uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 percet, jó Isten, milyen késő van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello Jani! Hello Jani, Jani nincs ma. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Belevágunk mi mindig egyébként, ha itt van mindenki időben, most itt van, csak hát a hírek után ennyi reklám, meg egy zene. Tehát, hogy tényleg mi imádjuk, hogy hiányoltok, jól esik, jövünk, ahogy tudunk, de ezeket a kereskedelmi részeket meg kell várni. Esküszöm, hogy nem mi voltunk. Nem mi voltunk, a hírek 6 óra 4-kor véget ért, és 6 vagy 7 perc reklám, 6 óra 11 perckor indult el még egy zene. De itt vagyunk, megjöttünk, kicsit hiányosan, ugye? Uh-huh. De hát meg, jól megérdemelt szabadságán van. A két napos. A két napos. Jó, hát ma és hétfőn. Illetve ezáltal négy. Mondjuk az nagy képű. Az jó. Igen, de az nagy képű ajánlítól. Igen. Egyébként kicsit igen. Pihengessél János, nyilván felkeltél és bennünket hallgatsz. Innen puszilunk és üdvözlünk. A hallgatók is írhatnak neked. Egyébként, ha valaki reklamálna azért, hogy miért ilyen későn kezdünk, akkor a Zsült hibáztassa. Már miért? Hát, mert csak legyen. Úgy? Hát most miért? Hát persze, nem minket. Hát ő ült eddig itt. Hát persze. Szígyátok a Zsült. Sokkal jobban esik a Zsült. Meg a Zsült, meg a Zsült nem húzza föl magát rajta. Tehát, hogy neki így elüldögél, elolvassa, és nem érdekli. Őt egy kicsit így ez hidegen tudja hagyni ez a sztori. Igen. Azt mondja, jó reggelt, én értem, hogy fontosak a reklámok, és azért jöttök egyre később, de ilyenkor inkább a Music FM-et hallgatjuk, és van, hogy ott ragadunk. Ez csak azért írom, mert csipázzuk a Morningot. Írja nekünk F. Aha. Hát nézd. Ott viszont nincs a reklám. Akkor van az önkínzásnak az a... Az a típus, amikor az ember ott ragad. Mi nem vagyunk hallgatói irigyek. Ha valaki átmegy, ott marad, maradjon. Soha nem küzdünk úgy hallgatóért, hogy valakit erőszakra rábeszélünk. Nem. Hallgass bele Juventusba, Petőfibe. Jó, mindenben azért ne. Ami van, de aztán döntsön, aztán majd úgyis hiányzunk, és akkor visszajössz. Ha nem, akkor meg valamit jobban csinálnak, de azzal sincsen semmi baj. Csináld azt, hogy úgyis olyan rövid beszédek vannak, azt hiszem a musical. Ők ilyen format rádiózást nyomnak, ők 3 perc duma, egy zene, megint, tehát más típusú reggeli műsor, igen. Mert tegnap egy kicsit belehallgattam reggel, ahogy mentem befelé a Zwach Múzeumba a kitelepülésen, hogy csináld azt, hogy ők 4:45-ig hallgatod őket, akkor 4:00-kor mi már biztos jövünk, ez most karácsonyig így lesz, aztán januárban már megint kevesebb reklám lesz, akkor megint korábban jövünk, és akkor visszakapcsolsz, belenézel ebbe, megint oda mész. Lehet ezt is váltogatni. Persze, nincs ezzel baj. Könyörögni úgyse fogunk senkinek. Minek a zene? Na, akkor belemegyünk kicsit ilyen szakmai dolgokba. Az nem túl rádióbarát, és ez egy szakmai fogás egyébként, hogy a reklám, vagy a hírek után mindig jön a reklám. Ugye? Általában félkor is. És utána annyi beszéd van már, ugye például megnézzünk egy egész órát. 7 óra 10-kor elkezdünk beszélni, 7 óra 30-ig. 7 óra 30-kor jön a reklám. Aha. Illetve, bocsánat, jön a hírek, 7 óra 34-ig, majd jön még egy 6 perc reklám, 7 óra 40. Tehát 7 óra 10 és 7 óra 40 között effektíve nincsen zene. Ezért szoktunk mi ugye mindig a reklám után legalább egy zenét berakni, hogy egy órában, most gondoljatok bele, egy órában 2 darab zene lemenjen. Mert ugye lemegy egy 7 óra után, meg lemegy egy fél után. Hát 3:45-kor ugye. 3:45-kor, tehát 2 zenénk van összesen. Na most, ha azt is kivesszük, akkor egy zenénk lenne. Nagyképű van, aki szereti a zenét. Igen. Van, aki szereti a zenét, a zenért is hallgatnak minket, meg azért ennyi reklám, beszéd és hírek után egy kicsit kell zenélni. Igazából ez egy ilyen... Hát, ha lenne egy nagy rádiós szabálykönyv, nem? Akkor azért ezt ott szeretik beleírni. Első hogy ennyi minimum. Tessék? Első oldal, első paragrafus lenne ez, hogy legyen. Azért kicsi zene kell a népnek. Igen, mikor a legtöbb programigazgató már ettől agyvérzést kapna, hogy mi ennyit zenélünk. Tehát a mi rádiónk azért nagyon jó fej, hogy ezt így engedik. Mi ebben hiszünk egyébként, nem a format rádiózásban, ahol mondjuk 3 perc megszólás, 3 perc zene, de azért óránként 2 zenével nem vagyunk az élen. Együk. Zenei tekintetben legalábbis semmiképpen. Jó, én csináltam azt a formatot sokáig. Nektek kellett úgy csinálni még a régi rádióban? Mi volt az, ami megszűnt? Én úgy nem vállaltam reggeli műsort soha. Tehát a DJ-ben is az volt az első feltételem, hogy nem format rádiózom. Majd én tudom. Hogy tudom. De egyébként nem is hiszek benne. Tehát ez a 3 perc alatt nem tudsz nagyon valamit megbeszélni. Az egy más típusú rádiózás. Én mondtam, hogy én akkor megyek a DJ-be, meg a Danubiusba is később, ha már hosszú beszédek lehetnek, normális, és nekem stopperrel mérnem a megszólásokat. Jó, és kettőfélnél integetnem, hogy ho-ho, ki kell lépnünk, zene van, azt én nem bírnám. Abban az István Dani tök ügyes. Aha. Jó, zárja, röviden megbeszélik, zene, megint megbeszélik, röviden zene, az egy teljesen más dolog. Tehát csináltad, nem?
Így nem. Ebben ilyen, nem. Ebben ilyen. Illetve igen, még Péter Petrával dolgoztunk a délutánban. És a délutánban kellett nekünk ilyet csinálni. Reggelt én se csináltam, úgyhogy ilyen nagyon sokat kéne zenélni. Meg hát a kívánság műsor. De hát Istenem, ott igen. Ó, de ott igen. Volt az. Ott most azt hiszem 2 perc az óránkénti beszéd, vagy 3. Igen. Itt inkább szóljon a zene, de azzal lehet küzdeni. Az nagyon kemény. Csabit így nem is ért. Hát az a Csabinak összesen 1 órában van talán 3 perce. Fél percenként, ugye? Abból tevődik össze. 3 perc alatt én levegőt veszek reggel. Csak egy. Hol a kávém? És elment 2:30. Tényleg, Laci, hol a kávéja? Megcsináljuk már. Tehát nálunk a format rádiózás, az körülbelül nézik, hogy hello Jani, hello Feri, hello Bari. Itt a kávét, mi van? Mit bámulsz? Hülye vagy? Ne? Na jó, zeném. Tehát körülbelül ezt tudnánk így nagyjából 2,5 percet, mire beköszönünk, megy az osztás, kicsit beszólogatunk egymásnak, megmarjuk egymást, tehát nagyon témát nem tudnánk feldolgozni, nem? Sem bele sem tudsz kezdeni. Bele. Én nekem egy levegővétel, egy nagyobb soha, egy kort kávé, meg 2 közlekedés ír, én 2:30 vagyok. Tehát, itt vagyunk, kilépés, oké. Itt vagyunk, közlekedés, Erik írta, de jó fej, Erik, nagyon menjünk zenélni. Jani ez jönne, mikor csak azt szeretném mondani, hogy igen, azt szeretném mondani, hogy a BKK alap, Jani nem, majd zene után. És égés lenne. Na látod? De nagyon korrekt. Köszönöm a tájékoztatást, várom a januárt. Júj, de aranyos vagy. Ugyanazt írta, aki elmegy majd a musicra. Akkor még mindig itt vagy? Hogy még mindig itt vagy? Hát azt mondod, elmész a musicra, vagy bár visszajöttél? Mi történik itt? De nem megy el, hiszen már hallotta, hogy beszólunk, már hogy beszélünk. Ja. Érted? Ha nem beszéltünk volna, akkor elment volna. Ja, de így, hogy így, akkor most így, hogy kicsit nyalereskedtünk, így itt marad? De nem nyalereskedtünk, elmondtuk, hogy mi a valóság. Igen. Na, mit szeretnétek még, tessék? Mit szeretnétek még? Legyen fél hétig egy kívánságkosár. Változatosabb zenét kérünk. Sok az ismétlés. Jó. Rádió szakmai szempontból ennek tulajdonképpen az az oka, igen, hogy délután és este mennek az újabb zenék, és nálunk már a jól tesztelt, kicsit ismertebb, régebbi dalok jönnek reggelre. Mi nem kísérletezünk. Kísérletezi az esti műsorsában. Ne ijedjél meg az új zenétől itt reggel. Most képzeld, de fölkelsz 6:15-kor, bekapcsolod a rádiót, és megy valami ismeretlen zene. Hát hogy megijednél? Érted? Ezért van az, hogy olyan zenét kapsz, amit már ismersz. Hogy megijednél, de ma muszáj egyet betennem, mert van egy dal, amit nagyon szeretek. Magyar? Annyira jó hangulata van, hogy külföldi vagy magyar? De ki tudja azt? Szinte magyarok csinálták, majd megnézem. Aha. Nagyon jó. Jó, a Csabi játsza, nagyon jó. Becsempészjük valahova. Ja, jó, ha van egyéb kérdés, fél hétig megválaszoljuk, jó? Fél hétig bármit megválaszolunk, tessék, bármit lehet kérdezni, minden megválaszolunk. Mondjuk nem vagy nagy lelkű, mert 6 percet. 6 percetek van, hogy megírjátok azt a kérdést, amit eddig nem tudtatok, nem mertetek feltenni, ha jön kérdés, megválaszoljuk. Voltam kint ebben a karácsonyi vásárban. Na végre, jutottam, mert tegnap pont azt is hallottam, hogy minden este menni akartatok, de nem igen, sikerült. Kijutottunk, de ez a rohadt fényvillamos nem jött. Én álltam 1/2 órát a rohadék megállóba, én nem tudta arra enni a fene. A gyereket behűjtettem, olyan villamos lesz, Beni. Olyan fényvillamos. Fényből van a puci, fényből van. Fényből. Fel lehet reszállni? Nem, ez egy fényvillamos. Hát azt a csalódottságot, ahogy hazamentünk, 1/2 óra alatt rommá fagyva, ott a Vigadó előtti megállóba. Jöttek ezek a szakadt 2-es villamosok, hogy nem tudott arra jönni ez a fényvillamos. Ebből egy van? Egy darab, mert 40 ezer izó van rajta, és azt nem bírja el 2-szer a hálózat. Ja, lecsapja az agregátort, vagy egy a dinamon. És egy van, de hát 1/2 óra alatt azért, mert csak oda kellett volna érjen. Ha ott vártunk. A menet ideje? Ott vártunk, és nem jött. Viki megfagyott, a gyerek már lépni nem tudott. Apuci, mondja, várjunk még. De mondom, Beni, megfagyunk. Apuci, ne menjünk el. Pedig de mondom, Beni, megfagyunk. Eltelt 1/2 óra, nem jön. Apuci, már látom. Édesem, olyan cuki volt. Ha hazament, olyan kis csalódott volt. És milyen a vásár? Szokásos. Igen, szokásos. Nagyon helyes, egy árustól kaptunk egy ilyen ingyen világító lepkét, tök cukik voltak. Ettől úgy elszokott az ember, nagyon aranyosak voltak, hogy nézegette a gyerek, mondom, Beni, nem kell egy újabb kacat, világító műanyag. És utánunk jött, és adott egy ingyen. Tök jó fej volt. Kürtös kalács. Forradból. Az nem volt, nagyon nagy sor volt, és mondtam, hogy azt most nem. Egy jó kürtös kalácsot 1500-ért sikerült. Jani azt hiszem, hanyat dobta volna magát. Nagy legalább? Nagy volt, szép volt, jó volt. De mondtam, hogy barátom azért. Mondtam, hogy mennyit adtok el egy nap? 6 percig álltunk sorba. Tehát egy percenként. Aha. Nem mondta meg. Mondta, hogy elmondanám, hogy kéne, hogy jöjjön. Mondom, nem jelentelek fel a napnál, csak kíváncsi voltam, hogy 1500-ért adtok egy kürtös kalácsot, ami bekerülés 300, 200. Inkább. Mekkora rohadt nagy kasza. De egyébként igazuk van, hogy 2 hetük van ezt kitermelni. A helypénzt ki kell dolgozni. Azt mondom, hogy 2 hetük van kitermelni, persze. Szóval jó volt. Sokan voltak? Volt magyar, vagy csak külföldi? Nem, volt magyar. Igazából elég sokan. Mindenki ilyen gonterhelten rohangált. Láttam, tudod, hogy így pörög a fejükben. Továcsi utca, hogy ezt kell megvenni, azt kell megvenni. De jó, zene szólt, jó hangulat volt. Helyes. Helyes ez a kis vásár. Meg nagyon szép.
hogy tudjuk elintézni neked a kettes villamost? Kanyarodjon felétek a fényvillamos? Hát a Török Bálinton hát valahogy jöhetett Budaörs Török Bálint felé, Budakeszi, amerre lakom, nyugodtan. Azt kiderítsük, hogy miért nem volt? Vagy hogy mennyi idő alatt? Hát gondolom nem pont előttünk ment el. Aha. Mire visszaért ugye a Margit híthoz, ott megáll, áll, visszajön, az nem fér bele. Hát most ne haragudj, a Deák tértől, vagy mi van ott a... Hát ő az egészen a kettesig, tehát a Margit hídig megy. Jó, de hát ezt kétszer kéne lásd egyszer, mikor elmegy, a, nem tudom mi a másik vége. Ha mondjuk mi pont a felén elálltunk. Hát igen. Azért ott kéne egy ilyen meccéspontnak lennie, tehát kétszer azért el kéne menni egy órában, ha meg fél órát ott voltatok, akkor na jó van. Igen. Már legközelebb. Jönnek reggel, jöttek kérdések egyébként. Nagyon jó kérdések jönnek. Miért vannak ilyen gyakran hírek? Nem elég az óránkénti jegy? Kérdezi valaki. Rádió szakmai szempontból egy kötelező. Tehát ez egy kötelező vállalás. Meg kell lennie egy adott hírpercnek országos kereskedelmi rádiónál. Meg kell lennie. Ezért, aki nem országos, az adhat sokkal kevesebb hírt. Az országos kereskedelmi rádióknál minimum hírvállalás van. És ez pedig óránként ennyi, éjszaka annyi. Meg kell lennie egy perc mennyiségnek, amit a kereskedelmi rádió vállal, úgymond közszolgálati perc, amikor ugye híreket ad. Aha, tehát ezért kellenek a hírek. Plusz a reggeli hírmagazin. Plusz a reggeli hírmagazin, így van. Ezek mind NMHH-s, régebben ORTT és vállalások, ugye, amiket egy országos kereskedelmi rádiónak meg kell tenni, tehát ez se rajtunk múlik. Nem töltelék. Nagyon köszönjük szépen a választ. Következő igen. Kérdés? Azt mondja, hogy... Balázs, őszinte választ, hogy voltál te rossz fiú valamikor? Ez így szerintem van. Igen. Szerintem igen. 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 Nem mindig ugyanazon a vonalon közlekedik a fényvillamos, írja valaki. Hétköznap a 19-esen jár. Tehát a másik oldalon. És csak hétvégén jár a kettesen. A 19-es az hol van? 19-es az a Battyányi és a Móricz között megy, illetve... Tehát a budai oldal? Ez a budai oldalon megy, így van. A budaiaknak van 5 napig fényvillamos, pestieknek 2. Hát ekkora rohadék, aki meg ott álltam a gyerekkel, érted? És aki most tüdőgyulladással fekszik, mint nemecsek. Akik megfürdettek a fűvészkertben. Apa, látom a fényvillamos. Gyere vissza, mert ne, igen. Ne. Nézzük még egy újabb kérdést. Mi ez a piros pötty a makkomon? Súnya fertőzés. Már hogy nem én kérdezem, hanem hogy igen. Aztán jött még kérdés. Mi Norbi kedvenc süteménye? Hát, nem tudom, mindjárt nézzük. Vágli. Ez Norbi kedvenc süteménye, igen. Azt mondja, hogy látod, tök sok kérdés van egyébként. Mondtam, hogy egyszer ez bejönne, ha ti nem vagytok. Én mondtam, hogy ma nem jövök, tegnap, hogy beszélgettünk, ahogy bejelentkeztem, én felajánlottam, hogy én is pihenek. Hát ott, te imádják, hogy csak ül a műsorvezető és kérdésekre válaszol. Lakásriasztókód, kérdezi valaki. Olyan a rádiós tudja magáról, hogy ő egy rádiós? Jó a kérdés, igen. Balázs, lesz valamikor filozofálgatós műsorod egy ilyen blokk a műsorban? Kíváncsi lennék, ha komolyabbra veszed a stílust, akkor milyen életfilozófiád van? Thanks, Tibi. Tibi, erről többet a jövő ősszel megjelenő könyvemben olvashatsz majd. Már meg vagyunk, Jövő őszre úgy gondoltam, hogy belehúzok egy kicsit. Hát most már le vagyok maradva. Évekkel ezelőtt megnyitottam a könyvírást, most már mindenki úgy, hogy... Most akkor egy második kötetet meg kell. Igen, csak az a baj, hogy kilóksz a sorból, mert nem másikról. Nem, magadról. Nem is magamról. Hát magadról úgy, hogy... A gondolkodás, igen. Igen. Na jó van, hogy állunk játékkal? Szerintem jól, nem tudom, mit csináltatok tegnap. 2-2 van. 2-2. 2-2? Megértem, hogy akkor Jani ma nem jött. Aha. Elveszítettük a hétfő keddet, arra emlékszem, és aztán szerdától fordítottunk, úgyhogy most 2-2, tehát mindent eldöntő utolsó mérkőzés a héten. Ja, és péntek 13-a van, aki ebben hisz, vagy aki ebben nem hisz, hogy péntek 13. Nekünk szerintem szerencsés lesz. Igen. Egy újabb kérdés. Ki volt az a töpörödött melasszínű vénember, akit én Poppának hívtam, amikor a Ringlispiel bedöglött? Imádom őket, nagyon jó. Mindenki cuccol. Nagyon szeretem a hallgatóinkat. Mindenki annyira tép. Beteg vagy, de jó. Láttatok már megyfán pókot, kérd. Egyébként igen. Kérdezi valaki. Csak komoly kérdések. Nagyon jó. A tegnapi román-magyar kézi VB-ről helyszíni negatív tapasztalatéről szívesen beszámolnék. Robi, írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Van még valami használható kérdés, amit gyorsan meg tudunk válaszolni? Hogyne lesz, mikor lesz a BL sorsolás? Ja, megválaszolni azt nem tudom. Azt nem. Na jól van.
Oké, köszönjük szépen. Jó, kettő-kettő van. Igen. Úgyhogy lehet jelentkezni. Ez franciás egy kicsit, de egy jó. Kicsit befranciásodtam, igen. Lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan. Szeretnénk megnyerni a hetet, úgyhogy gyerekek, idősek, rosszul játszók megint, nem? Uh-huh. Beteg embereket keresél. Betegek, izgulók, dadogók és kényszeres igentmondók jelentkezzenek, csak hogy tudjunk nyerni. Fél hét van pontosan, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan, 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és nem sokára játszunk, de előtte megnézzük egy-két közlekedés hírt, hogy mi a helyzet az utakon. Már amennyiben lenne, nincs túlságosan sok. Nyugalom. És ez nagy baj. Majd délután a karácsonyi bevásárláskor történnek a nagy események. Most igen? Nyugi. Persze. Na most már szerintem nem lehet közlekedni a városban. Ma, a jövő hét az végig gáz lesz. Mindenkinek eszébe jut, hogy jaj, nem vettem még ajándékot. Hát igen, már tegnap is nagyon nagy dugó volt. Na, egy darab közlekedésünk nincs, úgyhogy nem kell közlekedés nézni, és nem nézegettem most az SMS falat, de nem találtam. Jó, akkor megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Ez legalább olyan hát ez egyedül azért igen. Elég nyomorultul hangzik, igen. Pont olyan, mint tegnap a Janié hallottam. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, fiúk! A csőből ki tudsz jönni, amiben benne vagy? Csőből? Egy ilyen PVC csőből beszélsz. De jó, mindjárt átteszem akkor rendes telefonra. Az szerencsésebb lenne, igen, a headsetet nem nagyon kedveljük. Itt vagy? Itt vagyok. Hát Edina. Hello, Edina. Edina, haladsz valamerre, vagy mi a helyzet? Igen, éppen tartok dolgozni. Kiskörösről Kecskemétre busszal. Busszal mész. Uh-huh. Így van. Jól van. Minden reggel. Mekkora út, hány kilométer? Hát ez egy laza 60 kilométer. Azért azt minden reggel megtenném. Hát, meg minden délután haza. Értelemszerűen igen. Igen. Jó hosszú. Nem utazol keveset. Mit dolgozol, mit csinálsz? Hát egy elég nagy cégnél vagyok, nagy kereskedelmi részlegen, kereskedelmi asszisztens. Aha. És mivel kereskedtek, azt még lehet tudni? Vagy ez Pékáruval. Pékáru. Már tudjuk melyik akkor. Aha. Jól van. Oké, Edina. Edinát mondtál, ugye? Így van. Edina, kivel szeretné játszani? Hát veled, Balázs. Miért bántott szegényt? Kétszer játszott a héten. Egyébként tényleg így van. Ugye? Az igazság, na, hogy most tanulok pókerezni. Tényleg? Így van. Na. Úgyhogy pont ezért gondoltam rád, már a páromnak is nagy favoritja vagy. Beszélgessünk a pókerről a játék közben? Beszélgethetünk a pókerről is, igen. Elég sokat játszottam régen, úgyhogy talán hozzá tudok szólni. Milyen pókert játszol? Texas Hold'em. Aha, na jó, ma azt játszottam én is. Néha omaháztam. Hát gyerekek, beszélgessetek. Fogalmam nincs erre. Mi nincs? Az, hogy nincs? Texas Hold'em. Texas Hold'em, nem? Én a lapokat nem tudom. Tényleg? Nem, ezek kör, meg pik, ász, meg ilyenek. Akkor még ne üljed az asztalhoz. Már a kezdők szerencséjével. Igen, de ott azért minimális tudás azért kell. Oké, Edina. Na, akkor vágjunk bele, aztán meglátjuk, hogy mire megyünk egymással, jó? Jó, hajrá. Na, akkor 3-2-1, tessék. Nem akarlak. Nem, az a baj, annyira hozzá vagyok szokva, hogy a Jani számolja az időt, hogy még el akartam mondani, hogy nem akarlak stresszelni, csak, és elkezdtem volna még egy mondatot mondani, el akartam mondani, hogy még rajtad van a nyomás, aha, hogy ugye 2-2, vagy ne felejtsd el a játék közben. Aha. Csak ez, hogy a Feri beszámolt, ehhez nem vagyok hozzászokva, hogy te beszámoltál. Edina, én felajánlanám, hogy játszunk egy újat, ha a helyedben lennék. Még így kezdtem a mondatot, hogy figyelj, nem akarlak stresszelni, de ne felejtsd majd el, hogy ha elindul a játék, akkor tudod, hogy 2-2 van, tehát hallgatói nyomás van rajtad. Úristen. Jó. Hát igyekszem. Először játszom, izgulós is vagyok. Nem vette észre, hogy
De nincs már mit, mert megnyerted a játékot egyébként. Azon... Ja, hogy akkor most ennyi volt. Hát figyelj, ha van kedved, játszhatunk egyet téten kívül, de az ajándékcsomag a tiéd ugyanis. Én bemondtam a nevet, ezzel nem tudok mit csinálni, tehát most elvenni nem fogjuk tőled, mert ez nem lenne korrekt. Hát, mindig az van, hogyha Balázs vagy én játszom, akkor Jani számol vissza. És a Balázs szegény erre számított, erre én mondtam 3-2-1, akkor tessék. Én meg még így elkezdtem mondani a mondatot, hogy figyelj, hát ne felejtsd el, vagy nem már tudnod, ugye, hogy nagy nyomás van rajtad. Hát, na. Nagyon szépen köszönöm, de... Játszatok már egyet rendesen, játszunk egyet. Feri? Jó. Én fogok visszaszámolni, nincs Jani. Jó, csöndbe vagyok. 3-2-1, tessék! Na. Az ajándékcsomag hát, megvan. Figyelek, a pókerrel kapcsolatban mondtad, hogy szeretnék kérdezni. Pókert mondtál, ugye? Szeretnék. Persze, pókert mondtam, és... Mióta játszol? Hogy most... Igen? Hát egy hónapja. Hát. Nem tudom, megállítsa, vagy még... Jó, dobálja. Megint kivoltam az igent, úgyhogy ezt hagyjuk ma reggel, nem mi kávét se ittam, hát ez nem megy reggel. Ma neked, úgy látszik. Annyira alulmulom én magam, mint még soha. Tehát, hogy ez úristen. Ez viszont szerettél nekem egy nagyon szuper reggelt, meg egy nagyon szuper ajándékcsomagot. Én ezért már nagyon hálás vagyok. Hány nő mondta ezt nekem régen, hogy szerettél nekem egy szuper reggelt? Én régen hallottam már ezt egy másik szájából, mert a feleségem minden reggel mondja. De... Hát igen. Hát figyelj, jó. Aki tartós kapcsolatban él, annak a párja szinte minden nap mondja, ha szerencséje van, úgyhogy... Igen. Ha nem mondja, megkérem, hogy mondja, halljam ezt a mondatot. Igen, hogy azért minden reggel jól induljon. Úristen, de nyomorult vagyok. Jó, figyelj, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked, ügyes voltál. Illetve azt szuper, nem tudjuk. Köszönöm. Uh-huh. A férfi, aki 4-2-re elveszte, mert akkor ez most 4-2. A férfi, aki a saját csapatának vitt be egy állast meg egy gyomrost, és letérdeltette a stábot 4-2-re. Igen. Edina, köszi. Hát én köszönöm, srácok, további szép napot nektek. Hello. Puszi, szevasz. Sziasztok. Ciao. Figyelj, az a durva egy rekord. Az első? Tehát a 3-2-1 nem, ez így még mondat nem kezdődött játékban, hogy 3-2-1 nem akarlak, ugye? Gyönyörű. Gyönyörű. De a második az már jó volt, az egy kb. 18 másodpercig kibírtat. Ha még egyet játszunk, akkor 40-nél vagyunk, és ha negyedikre talán megnyered. Az elmúlt hetekben azt tapasztaltam, hogy annyira félnek tőlem, hogy muszáj volt kicsit a renoménom rombolni, úgyhogy most azért már látszik, hogy sebezhető vagyok ebben a játékban. 7 órakor ébredek föl eleve, tehát hogy erősen sebezhető vagyok. Szerintem ezzel ezt most bebizonyítottam. Írhattok nyugodtan, itt már megérkezett a bebuktad nagy arc. Igen, jöhet minden. Igen, végre csíra, tehát hogy ezek most egy darabig jöhetnek, szerintem 7-10-ig erre írhatunk. Lehet, most minden jár nekem, mert jogos egyébként. Így elveszteni, te jó Isten. Na jó van, 3 perc, szóval pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, és utána itt vagyunk mi. 7 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Feri. Hello. Hello Jani, nincs Szabin, van kicsi pihem, hétfőn sincs, ma sincs, 4 napos túrára utazott, megérdemli, nem volt nagyon, úgyhogy jár neki a szabadság, ő ma nincsen. 74-es úton Nagykanizsa és Bocska között roncsderbi van, 6 jármű az árokban, köd van, látott távolság kb. 100 méter, óvatosan menjen mindenki, ezt Joe küldte nekünk. Meteorológiai szolgált figyelmeztetés adott ki, pár száz méteres látótávolság miatt nemrég max 50-re láttam. Akkor ez már katasztrófa övezet, kérdezi Pityke. Hát az 50 az nem túl sok. Igen. M3-os kifelé és befelé is jól járható, üzeni Dani. Valamint Nyíregyháza, a Tiszaújváros közt dónos eső esik, csúszós az út, de nincs hideg, nem fagy. Ezt Noszáj küldte nekünk. Köszönjük szépen. A játékra még elég sokan reflektálnak, értem én. Kapogatsz? Adják, teszik, van miért. Veszik. Adják, teszik, veszik, kenik, igen, tolják. Van miért egyébként. 31-es főút Tápió Szecsőnél, csak Szecsinél van írva, 2 autó ütközött, rendőrök már a helyszínen vannak, ezt Robi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, tegnap ugye te nem voltál, de beszéltünk egy jeltolmácsról, ugye az Obamás mandéles temetéses jeltolmácsról. A döbbenet igazából nem is az, hogy mutogatott és senki nem értette, ennél szerintem sokkal nagyobb aki, hogy egy ilyen ember az Obama közelébe került. Erről hogy ugye tegnap ezt, hogy került oda. Na most kiderült, hogy hangokat hallott. Már ő a csávó. Hangokat hát, hallott, valaki, hogy igen, ott, igen, aha. Igen, hangokat hallott a fejében, ugye kicsit skizofrén volt, és azért kezdett el mutogatni. Nyilatkozza ezt most ő is, meg ugye hát a dél-afrikai hírügynökségeknek is ezt mondták.
Na most mi van, ha jön a hangokat, hogy meg kell ölnöm, meg kell ölnöm Obamát? Ő hivatalosan oda meghívást kapott, ő valaki, tételezzük fel, mert egyébként nyilván nem mehetsz föl az Obama mellé, ha nincs egy ilyen belépő passzod. Hát egy ilyen rendezvényen úgy van, hogy szektorokra van osztva, igen. Te vagy mondjuk a sárgába, az fölmehet a színpadra, a piros szektoros az csak a színpad előtt állhat, tehát hogy nagyon komoly védelmi rendszer van. Tehát ennek a csámónak kellett egy meghívóda. Tehát fölment, és akkor azt mondták neki a hangok, hogy jeltolmács vagy, segíts az emberiségen. Kezdj el mutogatni, és kiderült ugye, hogy ezért nem érthető az, amit mutogat. Talán két szó volt benne, a szamár, meg a kaviár, vagy a rák, vagy valami, amit jól mutatott. Igen, viszont senki nem mondta. Nem mondta Obama, nem beszélt a rákról, meg a szamarakról, meg a kaviáról. De továbbra sem mondják el, hogy került oda. Meg mi lett volna az eredeti feladata, ha nem a mutogatás. Tehát, hogy itt még mindig azért nagy a hallgatás. És hát ez nagyon nagy blama. Hogyha a hang azt mondja, hogy öld meg Obamát, hogy kezd el folytogatni, vagy várj, ott állt az Obama mellett, érted? Óriási. Szóval én csak most láttam a képeket, tegnap hallottam, hogy beszéltetek erről, de én most láttam a képeket, és hát az még annak is lejön, hogy fogalma nincs arról, hogy mit csinál, aki nem tud a jelnyelvet. Igen. Tehát ha nem érted, akkor is látod, hogy ugyanazt mutatja háromszor, hogy a szív, ízé, béke, és így mutogat előre a csávó. Tehát szörnyű. És senkinek, hát ott nyilván senkinek föl nem tűnt. De hogy a Habsi hogy került oda, de zseniális a sztori. Egyébként most, hogy ilyen vége lett, én nagyon röhögök rajta. Tehát ez nekem tetszik, ez zsivány, ez jó. Van benne egy ilyen, tényleg egy ilyen Jimmy Jumpos feeling, nem? Hogy így beugrani, mutogatni hármat. Na de ő ott fönn volt egy másfél órát. Ugye nem csak az Obama mellett volt, hanem ott beszélett meg az Obama felesége, meg dél-afrikai politikusok, nagyon sokan. Ő végig tolta. Tehát ő azt másfél vagy két órát volt fönt a pódiumon. Tehát az alatt se tűnt föl senkinek. Rák szamár. Mondom, a thank you tisztelgés, az a legnagyobb. Tehát ott már nekem is látszott, hogy valami sánti. Tiszteleg? Mindig egy thank you. Csak akkor ő tisztelgett egyet. Tehát ő így köszönte meg. Zseniális. Na jól van, oké. Egy kicsit komolyabb témával megyünk tovább, nem annyira komoly a dolog, csak ugye most napok óta hallani arról, hogy valami nagy dolog történik ugye Ukrajnában. Ugye? Fiatalok vannak a téren, rendőrökkel birkoznak, amikor a rendőrök visszanyomják őket éjszaka, azt reggelre ugye ők visszafoglalják, és hát ott most komoly tüntetések vannak, százezrek vannak az utcákon, és Klicskó van az élén, vagy hát legalábbis az ellenzék egyik reformere most ő tulajdonképpen. És hát rendőr legyél a talpadon, hogy neki mész-e. Ugye a Klicskónak, tehát egyrészt tudod az ütőerőt, nyilván láttad egy-két meccsét, másrészt meg a legendával szembe ott állni, aki hát ugye az egész népnek, az egész nemzetnek egy ilyen nagyon fontos, ikonikus figurája a csávó, és ott állsz rendőrként, és azt mondja, Klicskó úr, legyen kedves, menjen haza. Vagy mit mondasz neki? Hát kapsz egy nem nagyon tudsz mondani, mit mondani, igen. Az összes fogad, B, meg hát nyilván nem beszélsz így vele. Igen. Ugye a dolog érdekes, hogy két évet melóztak ezen az egészen, hogy csatlakozzanak, ugye, vagy hát aláírják a csatlakozási szerződést, aztán most meg a kormány, nyilván az oroszok hatására, akkor azt mondta, hogy még se érik alá, tehát a fiatalok nyilván kiábrándultak, egészen érthető okokból. Aha, viszont azt ők nem értik, meg nem tudok mellé állni igazán a dolognak, de nem értik meg, hogy a másik oldalról jön a gáz. De és ugye nem lesz meleg. Igen, az oroszok finoman megvették az ukránokat, valószínű, ugye legalábbis azt lehet olvasni, és hát most ezért aztán kitáncolt a kormány az aláírástól, az aláírás alól. Ugye úgy van a paktum, hogy kapnak valami nagyobb összegű készpénzt? Nem zárják el a gázt, tehát nem fagynak meg az ukránok, megkaptak egy nagyobb összegű készpénzt, nyilván a tartozásaik miatt, és akkor azt mondják, hogy jó, de akkor cserébe ne írjátok alá. De én nem tudom, hogy ez most mennyire felvállalt, vagy ez egy ilyen titkos háttérszerződés, de minden esetre most ez lehet a kitáncolás. És mit mondanak? Százezrek meg ott állnak az utcán. És mit mondanak az EU-nak, hogy ha nem megyünk Putyinhoz, akkor ti mit ígértek? Tehát van egy ilyen alkupozíció most? Szerintem az EU nem ígér semmit. Az EU azt mondja, hogy jó, ha nektek jó, ha jöttök, vagy ha aláírjátok, vagy ha be akartok kerülni. Tehát azért az inkább az adott országnak jó, ha jó. Persze, hát ez is véleményes. Na, van egy, hát nem azt mondom, hogy száguldó riporterünk, de egy olyan ember, aki mindig ott van tűz közelben, és szoktuk is hívni, be is jelentkezik. Lukács Csaba itt van velünk. Hello Csaba, jó reggelt kívánunk neked! Hello! Hello. 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 Na mi a helyzet, te már kint? Igen, 23. napja tart a tüntetés, és most már egészen jó hangulatú buli kezdett lenni belőle. Na. Tegnap este vettem például tüntetéses hütőmágnest is, úgyhogy a kereskedők is rágerjedtek erre a sztorira. Azon mi van? Azt légy szíves, mondd már el, hogy lehet tüntetős hütőmágnest csinálni. Barikádon áll egy csávó, és Lászlót lenget, és azt írja, hogy Euromajdan.
mert átnevezték a teret ideiglegesen, ez a Majdan, ez teret jelent, és most Euromajdannak hívják, mert Európa Unióért történnek a tüntetések. És te mióta vagy kint? Kedden érkeztem meg, és hát benne voltunk a szerda hajnali, meg szerda délelőtti dolgokba, akkor itt volt egy izmozás, de azóta béke van és boldogság. Uh-huh. A tegnap este például rockkoncertek voltak, és egész jó hangulat. Igen, inkább azt hallani, hogy az egész ilyen utcai fesztiválokhoz hasonlít, nem? Vagy ilyen felvonuláshoz, vagy mint sem, mint egy ilyen komolyabb tüntetéshez? Hát most éppen igen, de azért voltak itt, meg várhatóan lesznek is húzósabb szakaszok. Például van egy olyan verzió is, hogy amikor már nagyon, tehát arra játszik a kormány, hogy itt időnként nagyon hideg van, mínusz 15 is volt kedről szerdára híradólag, hogy biztos megfáznak az emberek és hazamennek. De hogyha ez nem történik elég gyorsan, akkor még van egy olyan ász az elnök kezében, hogy bevezeti a rendkívüli állapotot, és akkor éjszaka kijárási tilalom lesz, és akkor a rendőrség jogosan fog intézkedni. És hogyha ez megtörténik, akkor például tudósítani sem szabad, tehát itt olyan törvények vannak, hogy rendkívüli állapot esetén csak a kormány médiája dolgozhat, tehát itt még vannak kártyák mind a két félnek a kezében. Akkor szépen ki is küldenek az országból akkor. Hát vagy nem szabad tudósítani. Vagy nem lehet tudósítani. Vagy nem engedik ki, az a rosszabb. Igen. Ugye, félj, azért Kijevben gyerekek a mínusz 15 az nem sok. Hát nem? A szállodában elüldögélsz. Már nem ott, hanem kint az utcán. Ja, kint az utcán. Egy kijevi polgárnak meg ugye van a vodka, tehát az meg mindig segít. Isznak rendesen a tüntetők? De most kihagyott a vonal, úgyhogy ha ezt még egyszer megkérdezitek, akkor hallani fogom. Isznak-e a tüntetők, mert azt kérdezi a Feri. Vodkával lehet semlegesíteni a hideget. Azért arra ügyelnek, hogy ne nagyon legyenek részeg emberek, tehát például a tüntetők létrehoztak egy saját ilyen őrséget, és a tér az körbe van barikádozva, hóból és jégből, meg autógumikból, meg mindenféléből nagyon komoly barikádokat építettek, amit szerdán ugyan a rendőrség szétszedett, de villámgyorsan újra építették, és hogyha valaki láthatóan részeg, azt nem engedik be a térre. Tehát igyekeznek azt kiszűrni, hogy ne legyen balhé, vagy ne legyenek provokátorok, viszont ilyen hatalmas gulyás ágyukba főzik a teát, meg a meleg ételeket, úgyhogy egészen ki van találva az infrastruktúra, és annyira jó hangulat van, hogy beszéltem olyan egyetemistával, aki randit beszélt meg 5 nappal ezelőtt a térre. A randi elmaradt, de annyira tetszett a hangulat a téren, hogy azóta beköltözött egy sátorba, és egyik oszlopos alakja, úgyhogy azt mondta, hogy akár karácsonyig is maradhat, ami itt nem akkor van, mint nálunk, tehát itt ortodox karácsony van, az január 6-a, hogyha pontosan tudom, tehát azért még van nekik tennivaló, hogyha valóban karácsonyig tart a tüntetés. De te hozzá vagy szokva ez a hideghez, hát ezt bírod, nem? Azért ez megviselt minket is, tehát gondolom a hangomon is hallatszik. Az volt a baj, hogy a mínusz 15 mellett még szél is volt, és a hőérzet azért még ennél is rosszabb volt. És hát elég sokkoló volt a budapesti 4-5 fokból megérkezni ide, és fél óránként be kellett menekülni valahova. Azt mondtad, hogy ugye kedden éjszaka szerdára viradólag azért volt egy kis csetepaté, ott pontosan mi történt? Sérültek vannak, vagy mennyire volt komoly az a helyzet? Ilyen 2-kor a rendőrség úgy döntött, hogy akkor most felszámolják a sátortáborokat, meg a barikádokat, és neki mentek az embereknek. Itt azért ki volt jól találva a rendszer, az egyház is a tüntetőkkel tart, félreverték a harangokat, és elkezdtek tömegével jönni, tehát ezrével az emberek, és neki mentek a rendőröknek, és akkor egy ilyen macska-egér játék kezdődött. Egyik oldalon, ahol támadtak az emberek, akkor mindenki odaszaladt, akkor megpróbáltak a másik oldalról, például buszokkal ilyen barikádokat csináltak, és kiszorítani az embereket. És hát itt elfoglalták korábban már a városházát is, és ott is ilyen egész, már ilyen bőrleszbe zajló jelenetek voltak. Mert amikor a rendőrök nekimentek a városházának, akkor hátulról megtámadták a térről oda szaladó emberek, akkor ők két tűz közé kerültek, találtak sorban a városháza elé, a bent lévő tüntetők azok vízzel locsolták őket, hogy a mínusz 15-ben megfagyjanak, a külsők azok támadták, aztán később szappannal, ilyen folyékony szappannal a lépcsőket felszórták, hogyha mégiscsak támadnák a városházát, akkor elessenek a lépcsőn, tehát ilyen egészen kreatív módszerrel próbáltak védekezni. Kicsit ilyen gimnáziumi összecsapásnak tűnik ez azért jelen pillanatban, tehát így kicsit ilyen két ilyen egyetemi harc, nem? Vagy mint amikor egyetemek játszanak, én nem tudom. Vízipisztolyos buli. Vízipisztolyos, igen. Figyelj, ez a dolog most miről szól egyébként? Jól mondtam, hogy arról, hogy az oroszok nyilván próbálják Ukrajnát elzárni Európától, adtak nekik pénzt, meg kicsi gázt, és akkor ezért most a kormány visszatáncolt, közben pedig az ukránok nagy része, gondolom, nyitna az unió felé, vagy aláírná, nem? Amit most a kormány nem akar. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy kifizeti a gázszámlát. Aha. Tehát Ukrajna csődközeli helyzetben van, már a novemberi számlát se tudta kifizetni,
Nyilván haladékot kellett kérnie, és az oroszok azt mondták, hogy igen, de ennek ára van. Nagyon, hát vicces, de azért mivel ennél komolyabb helyzetben nem használom ezt a szót, de nagyon szokatlan volt, fogalmazunk így, az a kérés, amit az ukrán elnök mondott az Európai Uniónak, hogy nagyon szívesen csatlakoznánk, vagy aláírnánk a szerződést, de adjatok már 20 milliárd eurót. Hát nem szoktak, tehát egy csatlakozásra váró ország nem szokott pénzt kérni érte, inkább ő érzi magát megtisztelve, hogy fölveszik az Unióba. Igen, de hát akkor arról van szó, hogy kifizeti a gáz. És most az oroszok nem az volt, hogy adtak valamit, és ezért hátrált ki a kormány, hogy mégse írják alá? Nem kellett kifizetni a novemberi számlát, és ígéret van arra, hogy a telet kiúszhatják, tehát csak majd márciusban beszélnek arról, hogy kifizeti, mikor fizetik ki a téli számlátat, ami elég húzós lesz, vagy itt azért hideg hónapok jönnek. Hát nyilván erről van szó, 15 milliárd eurót Oroszország meghitelez Ukrajnának, és cserébe kér. Annyi érdekes vetülete van ugye hazánk szempontjából is, hogy arra felé jön egy gázvezetékám, ugye? Igen, és hát néhány évvel ezelőtt volt egy érdekes helyzet Magyarországon is, amikor az ukránok azt mondták, hogy hát ők nem engedik át a tranzitgázt, hanem lecsípnek belőle annyit, amennyire szükségük van, mert akkor se tudtak fizetni. És Magyarországra néhány hétig, ha jól emlékszem, nem érkezett gáz, tehát azért ez benne van a pakliban, bár itt a kormány állandóan azt mondja, hogy a tranzithoz nem nyúlnak hozzá, tehát nem fogják, de hát már volt rá példa, hogy elzárták a csapokat. Klitschkóval találkoztál? Nagyon nehéz találkozni vele abban az értelemben, hogy amikor megjelenik a téren, akkor körbeveszik, és nagyon népszerű, láttam már. De ő egy csak így odaállt, vagy ő már régebben is politizált, vagy most ennek áll csak az élére? Nem, a két évvel ezelőtti választásokon már indult a pártja, ő egy pártelnök, egy ellenzéki pártelnök, és hát most látja nagy lehetőséget, hogy kormányra kerüljön. Az az igazság, hogy ha kormányra kerülnek, azért nekik is ezt a kérdést meg kell oldani, tehát itt jelen pillanatban nincs rá jó megoldás. Hát tudod, ilyenkor, amikor korteskedsz magad mellett, akkor nem feltétlenül azt mondod, hogy te hogy fogod megoldani, hanem hogy ők nem tudják megoldani. Igen. Akik most hatalmon vannak, ez egy jó. A Klitschko egyébként milyen arc, vagy milyen fazon, nyilván messziről látta, csak azért a boxolókról él egy kép, bár ezt mondjuk Madár állandóan megcáfolja, hogy hát egy kicsit szét van már ütve a fejem, majd így mondom, hogy a Klitschko egy ilyen hapsi, hogy áll kint, nagy, mély hang, üvölt, gyertek utána mindenki a barikádra. Hát úgy szoktak fogalmazni itt, akikkel beszélek, hogy nem a televíziós vita az ő terepe. Hát milyen finoman fogalmaznak. Igen. Milyen finom fogalmazás ez. Igen. Tehát nem okos mondhatni. Hát én ezt így nem mondanám, nyilván biztos, hogy megvannak az ő értékei is, de nem erről híresült el, hogy brilliáns logikával legyőzte az ellenfelet. És meddig vagy kint, vagy meddig maradsz kint? Az az igazság, hogy én azért már hazamennék, most úgy tűnik, hogy nagyon... Tehát hogyha nem lesz balhé, akkor nincs értelme maradni, meg hát nekem is karácsony közeledik, tehát lehet, hogy ma haza megyek, ez még nem biztos. Viszont a hétvégére ellentüntetést is, vagy kormánypárti tüntetést is jelentettek be itt, a kormány is azért próbálja utcára szólítani a saját híveit, és lehet, hogy balhé lesz, bár azt mondják itt a téren a tüntetők némi iróniával, hogy a kormánypárti tüntetők pénzt kapnak azért, hogy tüntessenek, és most már a kormánynak elfogyóban a pénze, úgyhogy nem lesz nagy tömeg hétvégén a pró táborban, de hát lehet, hogy kellene maradni, hogy megnézni, hogy mi lesz ennek az eredmény. Hogy a kormány fizetett statokat nyob ki a térre, hogy menjenek ők is tüntetni a kormány mellett? De jó. Pontosan, mert ezt nyilván nem tudjuk bizonyítani, ez beszélik a téren, nyilván nem úgy fogják kifizetni az embereket, ha valóban így történik, hogy ott felállítanak egy standot és sorba lehet állni, de ezt mondják, hogy 3000 forintnak megfelelő hrivnyát adnak annak, aki hajlandó a kormány mellett tüntetni. 3000 forintnyi hrivnya? Nem egy nagy pénz. Megértem, hogy például a rendőrök azért nem vannak teljes mellszélességgel a kormány mellett, mert ők például 800 forint napi díjért kell itt a mínusz 15-ben a locsolást elviselniük. Tehát volt olyan rendőri egység, amelyik egyszerűen megtagadta azt, hogy neki menjen a tüntetőknek. Alul fizetettek a rendőrök, és hát ők is. Nekik is lehet például véleményük ebben az ügyben, és nem feltétlenül a kormány véleményük. 800 ott áldogálsz kint, nem? Ugye, 800 forintért. Lekötnek, hát nem biztos, hogy olyan nagy biznisz. Csaba, igen. Azon az álmodon dolgozol még, hogy te legyél a világ legtöbb országából kitiltott tudósító? Tehát ugye Észak-Korea már megvan, azt elintézted, most Ukrajnában van valami trükköd? Jelenleg négy országban nem mehetek, lehet, hogy lesz egy ötödik is. Meg hát nem akarnám azt kipróbálni, hogy milyen mondjuk a karácsony egy ukrán börtönben. Tehát lehet, hogy nagyon jó programok vannak, de nem biztos. Hova nem mehet? Észak-Korea, az biztos, ugye? Szíria. Szíriába se. Irán. Kuba.
De még Kubából a még? Még kubai gizé? Rajta kaptak hát egy kupiba, vagy mi történt? Rágyítottak egy kupiba? Egy hatalmas szivarral a szádba két kubai csaja? Seggeket masszírozva? Vagy mit csináltál Kubában? Két hét alatt 3000 kilométert vezettem, és ellenzéki politikusokat látogattam, és ott felejtettem náluk pénzt, laptopot, kamerát, fényképezőgépet, stb. Egy alapítványnak a megbízásából ilyen ellenzéki támogatást végeztünk, és elkövettem azt a hibát, hogy ezt utólag megírtam, tehát van egy beismerő vallomás is a kezükbe, úgyhogy finoman jelezték, hogy Kubába. Jó, hát én értem, Csaba, de azért Kubába ellenzéki politikusokkal tárgyalni, tehát kicsi rakedról legyen már benned, szeresd már az életedet. Tehát ha ott vagy azért, akkor kicsit tegyél már azért, hogy maradandó élmény is legyen. Tehát a legtöbb pasi értem, hogy ez a munkád, de nem ellenzéki politikusokkal megy tárgyalni. Tehát, Kubát azért más aspektusból is meg lehet közelíteni, nem? Nem úgy volt, hogy előbb a meló, aztán a szórakozás, de arra már nem jutott. Igen, imádnám, Lukács Csabát kitiltották egy kubai kuplerájból. Soha többet nem teheti be az a lábát ide. Csaba, jó van, vigyázz magadra, ha mész, vagy jössz, vagy ott vagy januárban, vagy bármi történik, akkor hívunk. Jó? Okay. Meg ne fagyjál ott kint. Ciao. Hello, szia. Lukács Csabának köszönjük szépen. Ellenzéki politikusokkal tárgyal Kubában. Hát ott azért van izgalmas. És készpénzt felejtesz nála. Nem az, hogy felejt megvesztegette őket? Vagy mi? Nem, már valószínűleg ez volt a segítség ugye az ellenzéknek, és ugye a Castro kormány ezt nem nézte jó szemmel, hogy most már nekik is van laptopjuk, meg pénzük. Igen. Az inkább elverte volna szivar, nők, zene. Hát van, Kubában azért lehet izgalmasabbat csinálni. Igen. 7:30 pontosan. Oven bácsival és Berulénivel játszunk, ha valaki szeretne itt tenni és ajándékcsomagot nyerni, lehet jelentkezni a játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, hello Feri. Hello. Hello Bali, igen. Hello Bali. Nincsen Jani. Kedden jön meg. Kedden jön, így van, kedden jön, mert ugye Szabin van. Hát egy-kettő nap, illetve így négy, hogy a hétvége. Elutaztak állítólag, de nem árulhatjuk el, mert ezzel Jánosról kialakult képet összerombolnánk, hogy igen, ilyen messzire mentek. Már hogy hova utaztak? Igen, 30 kilométer. Egy nagyon, én tudom, hol van, de nem akarom bemondani nyilván, hogy nem legyen ez neki kellemetlen, meg ha ott hallják, ahol van, akkor mindig elkezdi keresni, hogy most tényleg ott van-e. Egy nagyon durva, a nullás kilométer kötől számítva egy nagyon durva 60 igen. kilométert vállaltak be a kis családjával. Ez már egy kétnapos szilikon gumizás és autó fertőtlenítés, felkészítés téli üzemmódra, indexes, féklámpás, kijelzős, kivizsgálós időszak előzte meg. Ponyvaleszedés van ma reggel, sátorbontás, kis család beültet az autóba, és elindulnak úgy, hogy fél órával kiszállnak a kocsiból. Pótbenzinkannát vetettem, hókiásolapát nálam van, téli gumi megvan. Hókiásolapát, János már az anyós ülésen, egy kicsi GPS-szel a kezébe, tök egyenes az út, egy jobb kanyar van benne a végén. Ül, és a kis család, vadon család zögykölődik, mondom, egy bruttó 60 kilométer a fővárostól. Ezt szeretjük benne, ő nem kockáztat, nem megy nagyon messzire. És igen. Ami vicces, hogy mégis vele történik majd valami. Érted? Tehát, hogy te most itt kimész, fogsz, valahol veszel még magadnak két darab alsónadrágot, meg egy pólót, és elindulsz egy hétre nyaralni, így a kocsiddal, ahogy most áll. Körülbelül. Érted? Igen. Akkor te megcsinálod. A Jani fölkészül, kiterveli, berakja, és valami biztos, hogy lesz vele. Tehát biztos, neked reggel arra, biztos, hogy lesz. Az első tankolásnál dízelt raknak a benzin helyett, benzint raknak a dízel helyett, defektet kapott, abszolút tipikus, igen. Na, van egy fotópályázatunk, nem sokára lezáródik, úgyhogy tessék még belehúzni. Rettenetesen jó fotókat lehet nézni annak is, aki nem akar benevezni a fotópályázatra. 50 000 forintos fődíja van a fotópályázatnak. Így sírtok ti, ez a fotópályázat lényege, nem kell túlságosan komolyan menni. Ugye hisztiző, síró gyerekekről várunk képeket, de föltelted az anyósodat, az apusodat, a feleségedet, a férjedet, bárkit, aki egy adott pillanatban nagyon hisztizik. Ugye gyerekek, amikor hisztiznek, tudnak rémi idegesítőek is lenni azért, de ugyanakkor, hogy dagad az ér a fejükön, rettenetesen torzulva kiabálnak, az helyes is tud lenni. Igen, akkor ugyan nem nevetsz rajta, amikor nem. Te vagy a szenvedő alany, de talán ezzel tudunk segíteni, hogy jusson eszedbe ilyenkor fényképezőgép vagy telefon, 50 000-et ér a gyerek hisztie. Ha elvették a játékát, ha megették az utolsó csokiát, bármi, föl kell tölteni, nagyon egyszerű, morningshow.hu, és aki a legtöbb lájkot kapja, akire a legtöbben szavaznak, 50 000 forintot kap, úgy, hogy a második és a harmadik helyezett is ugye kap ajándékcsomagot. Így van, a második egy nagyon jól felszereltet, a harmadik pedig egy kevésbé jól felszereltet, de az is minden igényt kielégít. Ha valaki pedig csak unatkozik, hogy a munkahelyén van, akkor érdemes fölmenni a morningshow.hu-ra. Hát most már ott több száz pályamű van, de nagyon helyesek. Nagyon cuki gyerekek vannak feltöltve. És nagyon cuki felnőttek is. Nagyon sok felnőttünk van? Van egy pár. Tényleg? Most már igen, kezdenek így
bejönni ezek a dolgok is, tehát barátnő föltéve, reggeli ébredéses is van, most már van minden rajta, de a gyerekek viszik azért a leginkább a pálmát, úgyhogy az jó. Jó, morningshow.hu, ott van fotópályázat, pályaműfeltöltés és képek nézegetése is. Na, egy nagyon érdekes dolog történt Pekingben, és szerintem ez megtörténik Magyarországon is. Velem nem, de a BKV-n utazó csajokkal szerintem igen. Úgyhogy várjuk majd hallgatóink jelentkezését, hogy írjatok, hogy mi történt. Egy pekingi metróban garázdálkodó perverz számtalan női lábat megfogdosott, mire elkapták. Nem is ez a lényeg, hogy ő lábakat fogdosott, hanem hogy hogy csinálta mindezt. A metró ülés alá bebújt, aha, befeküdt úgy, hogy senki ne vett észre, van róla videó, figyelj, nem hiszed el, valaki levideózta egyébként, és szexuálisan zaklatta azokat a lányokat, akik ugye odaálltak. És senki nem értette, hogy honnan jön a fogás, hogy miért van olyan mélyen, mert ugye a derekadat, melledet, fenekedet sokszor megfogják. Most ez lett volna a kérdés, ugye, mert az előfordult már mindenkivel, hogy vagy véletlenül hozzáértek, vagy tudatosan, de hogy az fenékre megy. Tehát ha metrón állva fogdosni akarsz, akkor fenék. És akkor mondtad, hogy láb, mondom, lehajolt a csávó, vagy ült, és akkor úgy... Bemászott az ülés alá, zseni, befeküdt oda, és hosszú órákon keresztül feküdt ott bent, és közben ugye fogdosta a női lábakat. De most egy női lábat megfogni, az mi az? Perverzió? Az annyira nem szexuális, de nem? De azt úgy hívják, hogy lábfetisista. Lábfetisista? Igen, hogy egy kicsit így elszórakozgatsz ott a női lábban. De ha de honnan tudod, hogy női láb, ha valaki hosszú nadrágban van? Na úgy igen, úgy nehéz. Tehát ha valaki van egy normális cipő és egy hosszú nadrág, honnan tudod, hogy az női láb? Hát azért egy női cipőt csak meg tudsz különböztetni. Még női cipő, igen. Meg a Kína, én voltam Kínában, nem öltöznek túl szexin a csajok. Egyébként mindenki nagyon-nagyon egyenruhába öltözködik. És mindenkinek 36-os lába van a csávóknak is. És a csávóknak is 36-os lába van, igen, úgyhogy ott simán belefért egy-két. Ez megy Budapesten is, vagy Magyarországon a is vannak ilyen? Nem, ilyen BKV fogdosók. Van, igen? Van. Én hát most már 2 évvel ezelőtt volt, vagy 3 évvel ezelőtt jöttem befelé a városban, nyugati térig mentem, és ott volt... Megfogták a seggen? Hát, kicsit én oda is tartottam, de nem az enyém, nem az volt a lényeg, hanem 3 nő sikítozva vert egy esernyővel egy csávót, mert ő végigment az egész kocsin. Tehát elkezdte, a végén felszállt, és a 3 ajtós kocsin végig, akit ért, ott elkezdett fogdosni, és többen így álltak, nem nagyon értették, de 3 nő meg ezt sérelmezte, és szerintem jogosan, hogy megfogják a fenekeret, és ott már gyakorlatilag ott tartottak, hogy egy esernyővel gyepálták a csávót, óriási volt, ő meg kélyes vigyorral várta, hogy hát, ha lesz még valami. Tehát de ezt egyébként nem értem. Tehát, hogy az én inger küszöbömnek ez kevés. Hogy egy nagy kabáton keresztül megfogsz egy női feneket. Megfogsz egy női feneket, hát nyilván akinek jut több, ugye, annak ez már nem egy akkora sztori. Tehát neki azért nagy, mert ugye nem nagyon kap többet. Aha. Tehát, hogy nincs otthon, aki várja. Nincs otthon, aki várja. Nem tudom, de megalázó lehet nőként szerintem. Mert tárgynak néznek. Uh-huh. Nem? Na, valószínű, hogy ez van benne egyébként, igen. Tehát nézek a hapsi szempontjából, meg ha nézed, már hogyha hapsi a fogdosó, de nyilván az, akkor neki meg a kaland, tehát hogy ki mer visszaszólni, ki kezd el sikítozni. Ez miért csak pasikban van ez a betegség? Hogy mondjuk... De nem, tényleg, hogy ez hogy egy olyan szexuális perverzió, ami nincs meg nőkben? Érted? Tehát általában azért, ami megvan egy paliban, az megvan egy nőben. Aha, is, nem? Sokszor mondjuk ilyen szexuális ferdüléseknél, ha megnézed, akkor azért az ide-oda működik. Aha. Ez nőkben miért nincs, hogy palikat fogdosnak? Engem miért nem fogdosott meg soha senki, amikor BKV-ztem? Nem mernek téged. De mi? Hát én 20 éves voltam, nem voltam. Tehát, hogy akkor kicsi a segged. Igen. Nem volt mi. Tehát soha nem éreztem azt, hogy valaki taperolná a fenekemet. Nem, mintha most azért olyan férfi nagy trauma lenne, tessék? Se férfi, se nő, senki. Nem, soha nem. Tehát nincs olyan nő, aki férfi seggeket fogdos egyébként? Nem így csinálják. Tehát nő például úgy csinálja, de ne úgy se csinálják. De ezt a nő nem csinálja szerint. Ez egy tipikus férfi betegség, de szerintem nincs meg nőkben. Anna, téged taperoltak már? Igen. Igen? De mondjuk neked az öröm pillanat. Hát nem volt öröm pillanat. Nem, leszálltam, mert nem lehetett tartani a sztorit. Hát annyira nyomult, hogy nem lehetett tartani a történetet. Utána úgy döntöttem, hogy szóltam 2-szer, és utána hát a következő megállónál én úgy döntöttem, hogy egy másik kocsiba átszállok, majd átszállt ő is. De hogy zajlik a dolog? Sokan vannak ilyenkor? Igen, de nem annyian. Eljátsza azt, hogy ő annyira közel áll hozzád, hogy hát ő úgy kapaszkodik. Már hogy a fenekedbe? Hát, vagy a mellekbe? Hátad, nem, a fenekembe, tehát hátam mögé állt. Aha. És már annyira közel volt, hogy hát ott nyomult a hátam mögött, és így éreztem, hogy hát ott valami mahinálás elindul, kis tipi-tapi, és akkor így hátra néztem először, hogy biztos csak tényleg az ember tételezze fel a jót, hogy
szűk a hely. De na, hát körülötte meg hegyek voltak. Tudod, és úgy, ilyenkor úgy elnéz. Tehát nem akarja a szemkontaktust. Majd újraindult a sztori. Akkor de tudtad, nyomat... hogy ő tudtad, hogy honnan, tehát tudtad, igen, hogy ki ő. De aha. Olyan zavarba vagy, mert nem akartam, tudod azt, hogy rögtön neki. És mit csinál, simogat, vagy ilyenkor rászorít keményen? Vagy nem. Van egy ilyen felfedezés, ez. Amikor így bejárja a feneked, ez. És utána egyszer csak nagyon rászorít, vagy hogy van hát ez? Ez így. Pontosan. Így van? Így volt. És akkor így kis felfedezés, és akkor nem volt szemkontaktus, nem másodjára hátra néztem, hogy kicsit fékezett a metró, akkor tudod, el lehet játszani, kicsit jobban nekiesen a másiknak. És akkor, de ő dörzsölős is volt. Dörzsölős is volt, és ez már undorított, mert a gondolatod ugye elindul egy olyan irányba, hogy mi zajlik a gatyájába, és nem igazán szeretném tudni. Te perverz. De ja, tényleg. De erre is gondoltál? Há, persze. Hát hogy ne, mikor annyira nyomakodik valaki hátulról. Na hát most milyen? Ki a beteg? Ne arra, hogy ki a beteg, aki fogdos vagy, aki hát de ugyanakkor egy dicséret is egy kicsit, nem? Hát annyi senget megfoghatott volna ott, hát pont a tiédet szúrta ki. Hát két kis kerek alma, azt mondta, nézd, ott van Annácska. De nem, én nekem nem tudom. És akkor mondtam, hogy lehetne egy picit arrébb állni, mondom. De még ilyenkor sem mondtad, hogy mit csinál, csak megkérted, hogy álljon arrébb. Nem, szóltam, mondta, hogy de nincs hely, de mondom, van hely, tehát konkrétan a nyakamon áll, tehát hogy kérném egy picit, mondom, lépjen hátrébb. És akkor csak nem, akkor szót követett, nem mondom, nem fogok vitatkozni, és akkor átszálltam. Hát erre ott mosolyog, ő is átszállt. Hát mondom, ezt nem hiszem el. És akkor ment utánad? Leültem, uh-huh. Leültem, és akkor ezzel védtem ki a dolgot, volt egy szabad hely, gyorsan leültem, és védtem a popimat. Csak akkor föléd állt, és a melledet kezdte. Föléd állt, kapaszkodott, és a melledet kezdte. De egyébként tényleg ez van, tömött járatokon, például 4-es, 6-os villamos. Megy a taperolás? Számtalan. Majd úgy is írnak hallgatói, női komolyan, hallgatóink, kíváncsi vagyok. Fognak engem igazolni, majd csak figyeld meg. Ott ugyanez van, megy a nyilván nyomulás. Nem gondolom, hogy ne lenne így, csak számomra annyira fura, annyira távol áll ez a dolog. Meg egy pali egyébként dicséretnek veszi. Tehát amikor mi mondjuk diszkóban forgattunk, már zenet éve, hogy valami, ott nő megfogta a fenekem, kevésbé zavar. De nyilván egy nőknél azért ez sokkal intimebb dolog. Hát, várj, ez egy diszkóban volt ott, mert lehet, hogy kicsit emelkedettebb volt a hangulat, már volt egy kis töltés. Mindent bedobtam, hogy jól érezzék magukat. Azért mondom, hogy de ezért egy ott minden volt, hogy mindenki jól érezze magát. Nyilván meg csajnak azért ez más, azért persze. Persze, kellemetlen, zaklatás tökre. Abszolút, nagyon rossz érzés. Nagyon. És ha valaki elmegy melletted és rácsap a fenekedre itt a munkahelyen? Hát volt ilyen. Igen? Itt? De ez már itt volt a bújcégében? Igen. Hogy nem, hívják? Hát nem mondom. De újságpapírt így összetekertél? Nem újságpapírt, a oda ment és rávert a fenekedre? Hát mondom, ezt kész. De a rendesen megfogta. Persze, de hát van nevet ilyen. Akarok. Van ilyen. Figyelj, idióták vannak. Műsorvezető? Persze, műsorvezető. Miért ki? Ugyan, na. Műsorvezető? Persze. Kettő lehetett. Na, azért hát, mondom, vagy a Szani, vagy a Garami. Tehát egész egyszerűen nincs más. Vagy a Szani Roland, vagy a Garami, ennyi. Hát de van ilyen. Egyébként miért volt ilyen számtalan szó? Jó, de ebben sincs az, hogy hát érted, most baromi de, rossz van, feneked lennél, baromi ronda lennél, nem tudom, akkor nem csapna rá fenekedre. De tehát van. Abban legalább van egy ilyen. Persze. Nyilván a villamosos fogdosásban nem, ha, persze. Igen, akit már úgy ismersz egy kicsit, na hát érted, köztünk maradt, persze, hadd fogja meg, hát most nincs. Jó, de ő is kezdhette volna, úgyhogy de jól nézel ki ma, Anna, nem? Tehát, hogy nem rögtön ez. Csajok egyáltalán nem taperolnak? Nem, szerintem ez ilyen anyakomplexus nálatok. Tehát ti azért taperoltok, szerintem, mert így valahogy ez a szoptatás, ez a nem tudom, szerintem itt ti fogjátok a női. Én mindig melbből. Tehát nő nem taperol, szerintem, más. Én 3 éves koromig szoptam. Na, azért mondom, hát csodálkozott, taperolsz. Csak ezért megy egy kör. Jó, néha anyám még 6 évesen is merre vett. Megszoptatta a kis balit. De néha megszoptatott, sőt, még ballagásomban is föl tudtam kapaszkodni egy kicsit. De... domborulatokra, és szerintem a cicit az nem, az kevésbé, tehát hogy nem, az fönn van nagyon. Ha, az ott magasan. Hát optimális esetben, ott érted, igen. Len, alul lehet tevékenykedni. Szerintem ott azért... ennek nincs köze a szoptatáshoz, Anna. Hát mit tudom, valaki akkor miért 3 éves, 3 hónaposan már, mit tudom, táppaletetekű fogdós, ha valaki másfél éves koráig rendesen szopott, akkor ő nem fogdós. Hát, valami mérőjövő, ilyen szexuális zavar, igen, lehet, igen. Nyilván. Szexuális zavar. Hát nem, hát azért ez az... nem egy egyértelmű dolog. Hát egyébként ezt ilyen egy típus csinálja, ilyen kicsit pervers fejű, ez ilyen, volt, ugye? Hogy ilyen kicsit ilyen beesett arcú, ilyen kicsit fura palik csinálják és ezt. És akkor tudod, hogy túl gondolod egy picikét, mikor leülsz, tehát én ilyen vagyok, és elkezdesz rajta agyalni. Mármint? Hogyha ezt megcsinálja a metróba veled, akkor ő neki hogy telik például egy napja? Mit csinál ő utána? Én igen, hogy ez mit félelmetes. Én olyan hullámfürdőkben, meg ilyen melegvízű medencékben láttam ilyeneket, kint a Margit szigeten, meg is annak a Palatinus. Aha, igen. Ott volt ilyen gyerekmedence. Na. És ott volt konkrétan ketten, hárman, ilyen idős emberek ültek bent, és én csak azt láttam, hogy jöttek ilyen 16 éves csajok, ült mellettem egy ilyen öreg faszit, tudod, és ott áztatta magát a melegbe.
És jöttek így a fiatal csajok, és azt láttam, hogy egy csávó csak egy kicsit lejjebb megy. Egy eltűnik mellett, nézd, figyelj, ez most mindjárt megfullad, szólj már itt valakinek. És elkezdett így úszni, tudod, és úszkált, és ment oda mindenkinek, a csajok meg tudod így csikongatva néztek, valahol följött, megint üldögélt egy kicsit. Iszonyat pervers fej, megint jött egy lánycsoport, megint bugy, mint a Nagy Kékség című filmet, de elindult, és rommá fogdosta őket. Gyógyvíz, nem nyitom ki a szemem, bocsi. De. Nyilván én nem szóltam, fölvettem egy búvár szemüket, lementem és leültem a medence aljára nézelődni, hogy mi történik. De döbbenet volt egyébként, aztán abból ott ügy is lett. De tehát mindenhol ez... van, hát mit tudom én, sorba állsz, ugyanez. Tömött sor, jön a karácsony, vásárolsz. Állsz a sorban, és valaki alá nyúl. Simán. Tényleg? Persze. Abszolút. Azt nekem ez nem lehet könnyű csajoknak. De tényleg nem könnyű. És akkor tulajdonképpen visszakézből úgy vágnád száján, hogy kiköpni a fogsorát. De miért nem teszed meg? Mert pont ez, amiről beszéltünk pár nappal ezelőtt, hogy én nagyon hirtelen természetű voltam, próbálom magamat kordába tartani, mert csoda, hogy eddig még nem vertek meg. Hát mert visszaütés, akkor én repülök. Ezek nem ütnek vissza, ez ilyen típus nagyon. Nem, az ilyen típus rettenetesen fél a nőktől. Tehát ez mindig azért csinálja, mert nyilván alárendeli magát. Aha. Az ilyen típus, ha nagyon kiosztod, nagyon kemény vagy, ők nem ütnek. Ez nem az a típus, aki visszaüt. Ez menekül a konfrontációra, ráadásul a nőktől nagyon fél. Aha. Nyilván azért fogdos, mert nem képes kialakítani normális kapcsolatot. Aha. Nyugodtan. Tehát az ilyen típus leginkább retteg a nőktől, illetve a rajtakapástól és a megszégyenüléstől, úgyhogy ez nagyon. A kiosztással nincs baj, azt elhihetitek. Mondjuk a te esetben nem mernék alá nyúlni. Azt gondolom, hogy ember legyen a talpán, aki veled ezt egy hármas metró megcsinálja. Na, várunk akkor SMS-eket jó hallgatóinktól, hogy vonaton, BKV járatokon, távolsági buszokon tényleg zajlik-e ez a pekingi típusú zaklatás, amit ott már ugye hát tökére fejlesztettek, a metró ülés alá elbújva, női lábokat fogdosva. A videót föl tudjuk tenni, föltesszük majd a Morning Show.hu-ra meg a Facebookra, hogy meg tudjátok nézni. Ő profi. Tehát bent ül, mint egy ilyen kis csomaga az ülés alatt, ő ezt nagyon profin csinálja. De hogy kit milyen zaklatás ért már? Egyáltalán hogy csinálják? És hogy a nők csinálják-e? Jó, mert itt mi azt gondoljuk, hogy a nők nem fogdosnak feneket például metrón, de ha valakinek már megfogták, vagy valaki megfogta nőként, tehát ez neki kedvence. Hogy csinálják-e nők? Igen, hát ha azt mondja, hogy én nő vagyok, perverz vagyok, palikat fogdosok, igen. Na, mi pedig játszunk gyorsan valakivel már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Éva! Hello, Éva! Szerencsről, ahogy látom. Szerencs, igen. Hello! Szerencsen fogdosnak a férfiak? Hát engem nem szoktak. Nem szoktak, na más nyitva. Annak idején igen volt rá fiatal koromban, de aztán nem járt jól az illető, úgyhogy... Kiosztottad? Hát igen, rendesen. Nem csak szóba, hanem erőbe is, úgyhogy... Helyes, jól tetted. Nem vagyok egy olyan megijedős valaki. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Oké. Okay. Kipróbáltuk át, hogy jól, de nem? Hát... igen, érdekes. A piacon vannak valószínűleg, igen. Mos Eisley-ba a piacon. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, hát ez... Még egyszer, ha... Persze, meg lesz ez, mutatjuk. Ez a ketchup song. Így van! Nagyon jó van! Nagyon örülök. Ez a Last Ketchup nevezetű zenekar volt, ugye? És a Aszerehe. Igen. Néhány tehetséges lány összeállt. Igen, már jó volt ez annak idején. Igen. Jó, ügyes voltál, nem is vettünk ki semmit az ajándékcsomagból. Na, hát nagyon szép. És akkor szapkát is kérném szépen, hogy az dedikáljátok, jó? Nem tudjuk dedikálni ezt. Az a hármasugrás. Jó, ez tényleg. Tudod? Jó van. Uh-huh. Azért jó, olyan értékes a hármasugrás. Jobban örültem volna, de... Minek? Hát a csésze lett volna benne, de... Csésze? Csésze? Ja, hogy bögre. Bögre. Igen, már a bögre helyett sapka van. Hát azért mondom, annak jobban örültem volna, de mindegy. Jó, ez hát nagyon jó. Örülünk hát, azért. Nem, hogy beszélhettem veletek. Viszont kapsz báiglit is. Báiglit, jó, az nagyon jó. Van báigli? Szerintem ez báigli lesz. Igen? Báigli. Na, azt mi is az, mi a plusz ajándékunk vajon? Már nem tudom. Báigli. A norgi könyv. A norgi könyv, az nagyon kellene. Jó, küldünk neked mindent, Éva, köszi a játékot. Köszi, hello, sziasztok. Ciao, hello. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Hogy fogdosnak-e Magyarországon pervers férfiak, kit, hogy, és mikor. Van egy SMS számunk is, 06
70! Jézus is! Mert nagyon magányos vagy így egyedül. Minden nagyon magányos. Tudtam csak erre. Még egyszer. 06. 70! 645 00 00. Jövünk a hírek után. 8 óra múlt 16 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Szia! Hello. Szia, szia, szia! Jól vagy? Jó van, na jó van. Tegnap se szerettétek. Na mi van? Na mi van te? Vezérem, nagyuram, harcosom, jól vagy? Jó van, na jó van. Nem érdekel ez a péntek 13-a valahogy. De miért? Valaha érdekelte ezt, te hittél benne? Nem, csak most, most esett le, hogy egyáltalán az, és nem vagyok hajlandó tudomást venni róla. Jó, mondjuk megvágtad az arcodat egy kicsit a borotvával. Tegnap birkoztam a gyerekkel, és megkarmolt. Olyat birkoztunk, hogy tudod, amikor már mind a ketten megsértődünk egymással végül. Csak azért is. Csak iszonyat. Van egy kis kardja, azzal verekedett, nekem meg van egy ilyen, még a Heriktől kaptam az éterméből ilyen, ilyen, tudod, ilyen szivacs kard, és ütöttük, vágtuk egymást. Szivacskardra azt gondolt, hogy az nem fáj. Tehát azzal lehet a gyereknek adni. És mindig úgy kezd, mögém került, hogy nem figyeljek, rám ver egy hatalmasat, és onnan elindult, egy órán keresztül kergettük egymást a lakásba, birkoztunk, örjöntünk, a végén bujocskáztunk. Ja, és úgy bujocskáztunk, hogy mondta, hogy apa, bujocskázunk, mondom, jó, elbújtam, és elment közben a kedve, elment meg benchboxelt. Jó, megültél a gardróban. Meg 20 percig ültem bent a mosógép mögött, bebújtam a mosógép mögé, és bent ültem a szobába. És néztem. Veli, itt vagyok. És felhívtam a Vikit, nálam volt a telefonom, gyorsan átnéztem az e-mailjeimet közben, tudod, amíg bujocskáztunk, felhívtam a Vikit, hogy figyelj, keres a gyerek? Mindig 20 perc a matchboxaival játszik meg. Én meg bent ültem a mosógép mögött. Benni, veled nagyon jó bujocskázni. Óriási vagy. Na mindegy. Szóval, hogy péntek 13-a van, de ez nem is érdekes. Meg ezzel nem is nagyon kell foglalkozni. Viszont van a közlekedés híreink, az már sokkal fontosabb, hogy igen. 74-esen Kanizsa irányában a magyar Szent Miklósi elágazástól áll a forgalom. Valószínű, hogy baleset van, és emiatt egy kicsit lassabb a haladás. Ülői útról gyorsforgalmira a vezető felüljáron baleset dugó alakul befelé, ezt Szabó Z. küldte nekünk, köszönjük szépen. A pesti rakpart a parlamentnél mindkét irányban áll, mert az építkezés miatt percekre leállítják ezek az idióták a forgalmat, hogy kiengedjék a munkagépeket a forgalomba, írja Attila. Hát nem idióták, nem, csak dolgoznak. Az M3-as autópályán egy sárga Renault Master nyitott hátsóval száguldozik, rakterében egy halom fával. Budapest nyugati Nagymaros között 25 perces késés, és még nem vagyunk ott, írja Laci. Nyugalom, karácsonyra hazaér. Laci, a fa alatt ott leszel, ez egész biztos. Nézzük a jó oldalát, csak 25 perc. Lehetne egy óra is, lehetne másfél óra is. Úgyhogy a 25 egész jó. A 16. kerületben a Rákosi úton Őrs felé baleset van, motoros ütközött kocsival, alakul a dugó, Atis az MKJ is küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig ugye a fogdosásról beszélgettünk egy pekingi hír kapcsán, miszerint a pekingi metróban ezt már tökélyre fejlesztették. Egy pekingi férfi, kínai férfi elbújt az ülés alá a pekingi metrón, és női lábakat fogdosott úgy, hogy hosszú órákon keresztül senki nem tudta megfejteni, hogy ő ott van. A kérdés csak az, hogy készült róla a videó. Tehát ki videózott? Hát valaki szembe biztos ült, mert onnan belátsz az ülés alá. Mert ha egyébként tényleg állsz az ülés előtt, és valaki elkezdi fogdosni a lábad, akkor azt marhára nem veszed észre. Azt nem. Honnan jött. Igen, és ugye arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy valójában tényleg van-e a fogdosás, vagy létezik-e ilyen típusú fogdosás a magyar járatokon, BKV-n, villamoson, vonaton, de hogy rettenetesen durván. Tolja mindenki. Hát az SMS-ek alapján nők és férfiak egyaránt. Igen. Pár évvel ezelőtt a Palára mentünk a lányommal, és elkezdte fogdosni egy hapsi, leszállásnál is nyomult rá, a lányom visszakézből pofon vágta. Akkorát lenyomott neki, hogy a tömeg csak megdöbbenve nézte, írja Marci. Engem a MÁV pénztárnál fogdostak, hozzá kell tenni, hogy elég szemrevaló lány volt, szóval annyira nem bántam a dolgot. Nem zavart, igen, meg várni kell, akkor jól is esik. A MÁV ugye nem siet. Igen. Ott nem kell kapodni. Az én férjemet már többször átélte, hogy fiatal lánykák azt tartják, bátorság próbálnak a diszkóban, hogy jól megmagyarozzák, úgyhogy én is ott vagyok a közelében. Szerencsére sikerült leszoktatnom őket, írja Iza. Hogy miért nem most járunk mi diszkóba? De tényleg, miért nőttünk már ki a diszkóba? 25 évvel ezelőtt, mikor én utoljára voltam az Újkígyósi Aranykalász diszkóban. A Újkígyósi Aranykalász? Ez volt a neve. Aranykalász presszóban volt a DJ. Hát akkor... Mi volt a belépő, traktor Jogsi? Vicc, ez meg gubicsizme. Ez a kettő, de ha vittél füstölt kolbászt, akkor ingyen piát is kaptál egyet. De ott nem volt ilyen. Nem, ott csak nem fogdostak. Nagyon nem volt ilyen. Most itt lehet, hogy csak azokra a pasikra mennek rá, aki a párjával van. Igen, az a kihívás. Aha.
bátorság próba. Igen. Állok a villamoson, szembe velem egy pasi, fülemben zene, látom, mond valamit. Kiveszem a fülemből a zenét, hallom, mekkora csöcsöd van. De megfognám. Nagyon ciki volt, írja egy hallgató. De legalább őszinte. Igen. Legutóbb a 4-es hatoson utaztam, tömve volt, mögöttem egy bácsi állt, és éreztem, hogy valami bögdösi a hátam. Azt hittem, hogy a táskája az, de amikor megláttam, hogy nincs nála táska, fejbevertem a szociálpszichológia jegyzetemmel. Utána még ő kérdezte meg, hogy ezt mire véje. Gondoltam, mondtam neki, hogy tartsa távol tőlem a lőttyet fügyit, írja Betty. Hát nem lehetett olyan lőttyet, hogy a bögdött vele. Hát igen. Vagy csak, hogy érek hallgatók, Rolniba kapta a fizetését. Nem is lehet, hogy az... Leapróba kapta a fizetését, lehet, hogy az nyomott egy kicsit. Az mindegy, hogy ki fogdos? Hát szerintem a taperolnak az mindegy. Igen? Idő, az ugyanúgy megalázó minden, hogyha fiatal fogdos, ha idős fogdos, ha ott valamire te rányúlsz, ami nem ott kéne, hogy legyen, szerintem tök mindegy. Mert ha például mondja, együtt utaznánk a 4-es 6-oson, érted? Akkor, igen. Tehát én nem biztos, hogy kiabálnék. A tévében látnunk valamit, igen, nem nagyon sikítoznál, nem? A barátom egyszer halára vált arccal jött hozzám, egy pasi elővette a micsodáját, és azt mondta neki, fogja meg. Senki nem szólt körülötte egy szót se az utasok közül, végül le tudott szállni szerencsére elég hamar, teljesen kiakadt. Hát erről a héten már pont beszéltünk, erről a fajta ilyen, hogy is mondjam ezt, hogy nem akarsz beleavatkozni ezekbe az ügyekbe, tudod, hogy verték. Igen. Itt van egy nagyon durva SMS. Sziasztok, Laci vagyok. Engem jó pár éve a volt barátnőm nagyapja próbált fogdosni. Ekkor rávágtam a kezére, ami bedagadt. A kórházba kötöttünk ki vele, a doki kérdezte, mi történt, a 71-es öreg rám nézett, mosolygott egyet, majd azt mondta, hogy beütötte a kezét. Másnap szakítottam a lányjal. Megértem, veled vagyok. Azért az milyen, amikor ülsz a családi ebéden egy bemutatkozásnál, melletted a kis mátkád, és egyszer csak azt látod, hogy nagypapa finoman itt endál felé, nem? És a nagypapa elkezd lábazni. Nagypapa nagyon, nagyon, nagyon kemény volt. Hello, Juli! Hello! Nekem a 7-es buszon volt ilyen élményem. Már hogy fogdostak? Hát nem az, hogy fogdostak, hanem dörgölőzött úgy a csóka, hogy ültem a széken, néztem kifelé az ablakon, és hát a vállam magasságában volt ő derékmagasságban, aha, és így rám tolta, és ahogy ment a busz, úgy dörgölőzött, én pedig azt hittem, hogy csak azért ütöget. Mert hogy kátyus a Kossuth Lajos utca, igen. Rákóczi, és nem tűnt föl, csak egy idő után az, hogy egyre keményebb. Nem mondod, de mi a válladon érezted? Éreztem azt, hogy igen, valami van. De vagy, hogy te ültél, ő állt? Én ültem, ő állt, aha, és fölnéztem, és így húzogatta egy a szemöldökét. Jézus Isten! Hogy, ilyenkor nem jut eszetekbe, az nő, persze nem tudom igazából, de nekem az jut eszembe, hogy fogod így a könyöködet, ugye ott van a válladnál a szerszám, és csak így egyet fölütt. Nem, figyelj, nekem volt olyan kislánykoromban, hogy állt a kapujában a csóka, és csak egy, tehát azt láttam, hogy kilóg így egyszer csak valami az ajtóból. És akkor ott álltunk a lányokkal, és jaj, és elszaladtunk. Tehát ott abban és mi lógott ki? Hát, mi lógott ki? Igen, kitett a csúnyáját? Kitett a csúnyáját, és de csak a csúnya lógott ki. És, jó, kicsit idősebben már nem olyan csúnya. Egy olyan szituációban nem tudsz rá úgy reagálni, hogy tehát ezeket az embereket ki kellene röhögni. Oda menni, kinyitni a kaput, szembeállni vele, és azt mondani, hogy mi a franc egy barátom. Mert akkor ezzel lehet, hogy elveszed egy életre a kedvét. De ott, akkor abban a szituációban nem tudsz te ott vigyézkedni. És de várj, mi volt? Oda dörgölted, te ültél, és vártad, hogy leszállhassál? Vagy átadtad neki a helyet? Nem, oda dörgölte, nézte, húzogatta a szemöldökét, egy pillanatra nem is állt össze a kép, hogy most mi van, hogy ez az ember, ez akar valamit, és nézett, nagyon vigyorgott, húzogatta a szemöldökét, és a következő megállónál leszálltam. És mondtad neki, hogyha felnyitná a sorompót, akkor én leszállnék, vagy... Igen, elnézést, ez fénysorompó, vagy aksis, vagy hogy működik? Kicsit nyikorgott. De egyébként, ami, mert mondtad, hogy volt valami diszkó, ahol ez volt a bátorságpróba, hogy a csaj letaperolja a pasit. Nekem volt ilyen barátnőm, aki így ismerkedett, és aztán rohadtul meg volt lepődve, amikor a pasik be akarták rángatni a WC-be, hogy hát akkor lépjünk akkor, egy következő aha. meg. Mert hogy ő úgy ment oda, hogy oda ment és belecsippentett. Már kukiba? Nem a kukiba, a popsiba, és így hozzá kacsintott. Hát egy palinál ez semmi, nem? De tehát nem akkora tragédia. Tetszett nekik, csak azt gondolták, hogy ez a lány az sokkal bevállalósabb annál, hogy itt most egy kicsit zavarba jöjjön attól, hogy akkor gyere babám, lépjünk tovább. Aha. És neked volt olyan, hogy valami pasinak a fennet, mondjuk a MTV-ben még amikor dolgozik a Gaskó Balázsnak. Gaskó, a kis Gaskónak? Igen. Gaskó Balázs olyan, mint Michael G. Fox, nem öregszik. Tehát ne, 30 éve így néz ki, nem? Igen. Én nem tudom, miért, de én állandóan vonzom azokat a fajta kollégákat, akik csak így Júli. Igen.
Igen. Pedig én semmi olyat nem csinálok, ami miatt azt mondanák, hogy Júli, de szokták mondani, hogy Júli. És akkor olyankor visszapaskolsz. Nem, hát és akkor én is azt mondom, hogy Géza, vagy mit tudom én, kicsoda. Belemegyek a játékba, de ez nem, tehát hogy senki nem von ebből le messze menő következtetéseket, tehát hogy ezt nem kell túlreagálni, csak azt tudom, hogy egy csomó nő ettől halálosan megsértődik, meg egy csomó nő ettől borzasztóan be tud feszülni. Én meg azt gondolom, hogy ettől azért szóval nem kell annyira megmerevedni. Hát persze nem, de nyilván azért a fogdosás az más. A fogdosás persze. Az más, meg igen. Az örgölőzés is. A nagypapa lába, azaz hagyjál, mi lenne a fogaznak, kérdezi fel. Lehet, hogy Rolniba kapta a fizetését, de hogy két megálló között fizetésemelést kap, azt hogy magyarázod? Norvi írta ugye Annára reagálva, hogy lehet, hogy csak Rolniban kapta a fizetését, azt akit Anna ellátott, de hogy közben igen, fizetésemelést kapott, azért az keményem. Nagyon durva SMS-ek vannak még, senkinek nem akarjuk elvenni a kedvét, de tényleg kemény. Én nőlétemre szimpatikus férfi kollégáim fenekére szoktam csapni, ha le vannak hajolva, de ez semmi. Engem aluljáróban akart mellem fogdosni egy pali. Akkor át kapott tőlem fordulatból, hogy megtántorodott. Hatalmas verekedés lett belőle, írja nekünk egy hallgató. A hetes buszon rendszeresen van egy pali, aki még a mai napig előveszi, és senki nem szól rá. Lehúzza a nadrágját, kilógatja, és úgy áll perverz mosolyjal az arcán. Senki nem ber neki szólni, hogy tegye el, van, amikor naponta látom, írja Anikó. De hogy nincs egy férfi, aki azt mondja, hogy tesó, tedd el, mert mindjárt odarúgok. De most megvan az a pillanat, hogy állsz a buszon, én még nagyon régen nem BKV-ztem, lenézel, és oda nézel, és azt látod, hogy kint van. Ezredes. Hát igen, a kis marsalbottyával, igen. Hogy szólsz neki? Valószínű szólsz, de nem? Hogy te, uram, ne haragudjon, tegye már el. Ez betegség egyébként? Hogyne, persze. Tehát ráadásul ezt büntetik. De egy ilyen szituációban én szólnék? Te szólnál? Én biztos. Hát, hogy ott állsz például a gyerekeddel? Ott, hogyha hozzám dörgölözik, az egy más szitu, mert az ember úgy meglepődik, vagy sokkot kap. De ha azt látom, hogy valaki lógat, tehát ott áll, kapaszkodik, és közben lóg neki. Hát akkor én rákiabálok, hogy te büdös disznó, tedd el. Ne lógass! Na de hát milyen? Te büdös disznó. Hát, így, hogy te büdös disznó. Anyám volt olyan, aki mindig úgy, tehát hogyha ha bármi olyat lát, például, hogy valakit zsebelnek ki, akkor anyám az olyan patáliát csinál, hogy kevesebből is meg lehet oldani, de ő kétszer akkorát csinál. Igen, anyád ilyen anatípus lehet. Azonnal, igen. Na anyám, ha ilyet látna, hát ott aztán vérfolyna. Na itt van még egy hallgatónk, vele is történt valami. Halló, Eszti, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Na, te láttad, vagy átélted? Átéltem, na, sajnos. Na, mi történt? Hát ez egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt történt, velem mentem munkába, és az aluljáróba jött velem szemközt egy pasas, így felemelt kezekkel, hogy úgy gyere, megcsöcsörészlek. És így, hát mielőtt sikerült volna neki, az én elugrottam, és aztán jó visszakézből egy jó nagy pofont lecsaptam neki. Úgyhogy meg is tántorodott, aztán utána még ő kezdett el hömbölögni, hogy én vagyok a mindenféle. De nem is gondolkoztál, így reflexből jött a pofon azonnal? Nem, reflexből, igen. Amekkorát csak tudtam, lecsaptam neki. Aztán utána persze én is mondtam neki mindenféle tervez, úgyhogy azért nem hagytam magam, visszakiabáltam. De aztán hál' Istennek ennyiben maradt a dolog. És sűrűn átéled egyébként, hogy ez többször megtörtént? Nem, hál' Istennek nem, ez az egyetlen egy ilyen eset volt. De hát aztán utána gondolkoztam, hogy hát lehetett volna belőle bármi probléma is, de hál' Istennek talán egy kicsit visszafogott, a pofon megállította. És akik ott álltak mellettetek, azok senki nem szólt, hogy igazad van, tehát nem álltak mellé? Hát kevesen voltak az aluljáróban akkor éppen, de mindenki csak nézett, mint borjú az új kapura. Aha, tehát senki nem ment oda, vagy senki nem segített? Nem, senki. Mondjuk nem kellett, mert aztán mondottam, ha még közelebb jön, akkor még meg is rugdosom. Figyelj, de nőként ez mennyire megrázó egyébként, hogy mekkora trauma? Mondjuk ő csak akarta, nyilván nem fogta meg. Tehát annak, aki ezt átéli, annak ez még durvább, amikor a fenekedre rámarkolnak, vagy a melledre. De... Hát szerintem elég megalázó, meg tényleg nekem is az jutott eszembe, hogy mi van, ha ezután ez neki áll esetleg követni, vagy ezt egy olyan helyen csinálja meg este, ahol nem lát senki, vagy esetleg tovább akar menni. Tehát ebben mindig nekem ez volt a félelmem, hogy esetleg belekerülök egy ilyenbe. Hát jogos, persze, főleg nőként, hogyne. Igen. Jó, van, ki van a gyermek? Igen, egy kis egyéves kisfiam van. Ó, hogy hívják? Dusán, de milyen kis élénk? Igen, nagyon rendes kis pajtás. Olyan szép szövegeket fog majd írni, hát? Igen, Dusánként, igen. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok, szép napot, sziasztok. Hello.
Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Nem elfelejteni, hogy a morningshow.hu-n zajlik a fotópályázat. 50 ezer forint a fődíj, így sírtok ti. Ott van a játékszabály, lehet látni a képeket, mivel hogy lehet nevezni. Síró, hisztiző gyerekeket keresünk, a legaranyosabbakat, akik a legdurvább arcot vágják, vagy a leghelyesebben sírnak, vagy a legjobban torzul a fejük, de felnőttek is benevezhetnek. Mikor adjuk át a díjat? Na, szerintem valamikor jövő héten eredményt hirdetünk. Jó, morningshow.hu, lehet nevezni, vagy csak egyszerűen megnézni a fotókat, ha valakinek van pár perce. Föllépni a honlapunkra egy munka közben. Rengeteg pályamű van, és nagyon-nagyon szórakoztatóak. Mi pedig játszunk majd, hármas ugrással jövünk, SMS-be lehet jelentkezni a játékra, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, kettecském, többen, de nincs. A kis kalandor, a kis vándor, a kis országjáró, 1 millió lépéssel a háta mögött újra elindult felfedezni Magyarországot, aki szilikonozott gumijú autójukkal kirajzott a vadon család, és hát elmentek szabadságra. Nem külföld, nyugi, nyugalom, nyugi, nincs veszélyben, belföldön marad, hóláncal, ásóval, GPS-el felszerelve a vadon család Budapest agglomerációjába egy közel 40 kilométeres távra merészkedett el 4 napra, és ott töltik szabadságukat. Futnak, süteményeket esznek, habzsolnak, és beállítják a 77-es rekord cukor szintet. Cukor szintet, de 3 napig hülyére zabálja magát. De így is kell megérdemlik, figyelek. Itt a Katának a hírszerkesztőnek, aki itt van most nálunk, egy kicsit sűrűn váltakoznak, így nem nagyon tudom követni, neki élőben is hangja van egyébként? Igen. Igen? Aha, ugyanígy beszél. Mert ugye bejön hozzánk, elmondja a híreket, de megy ki. Kis aranyos manó hang. Igen, ilyen kis... Aha. Olyan finoman lihegős hangja van, nem? Hát így a hírek alatt ez pont nem jutott eszembe, de amikor reggel köszönt, akkor viszont igen. Igen? Reggeli köszönős volt? Lihegő. Hallgatom itt a híreket, és itt érdekes hangja van. De a beszéd hangja is? Hát ugyanez. Nem dumáltam még. Na jó van. Nem, 10 után összehozlak bennetek. Jó, mutasd már be. Ráértek. Nem, te cuki család, csak annyira egy kis call center-es hangja van. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Tegnap egy új játékot kezdtem el játszani, kérlek szépen, hozzunk olyan helyzetbe embereket, ez a játék célja, ami meglepő a számukra. Érkezett hozzánk karácsonyi csomag, mert internetes rendelésben utazunk most, hogy nem kell sorbálni, nem kell oda menni, megérkezett az emberünk a csomagkiküldő szolgálattól, átvettem a csomagot, aláírtam a papírt, mondtam neki, hogy várj már egy pillanatra. Bementem, és kihoztam neki a szemetet a zacskóban, és mondtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, úgy is mész le, ott van a lift eszembe, ezért kidobnád a kukába ezt a szemetet. Ott állt a csávó, és nem értette. Mondom, lemész a lifttel, kiszállsz a 0-on, ugye ott jöttél be, és akkor szembe van az ajtó, benyitsz, bedobod a kukába, hogy ne kelljen, olyan hideg van, ne kelljen már lemenni. Kicsit gondolkozott az arc, ugye nem, látszott rajta, hogy nem tudja, hogy mit mondjon erre a történetre, és akkor már így megkegyelmeztem rajta, nem húztam tovább, mondtam neki, hogy jó, hülyéskedtem, csak kíváncsi voltam, hogy mi a reakciód. Na, és itt jött a fordulópont, mert utána mondta, hogy de hogy ő akkor levinné. Mondtam, hogy nagyon aranyos vagy tényleg, de nem kell levinni, csak egész egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy mi az a reakció, amit egy ilyen esetben, mert ugye ilyenkor azt történik, aláírod a csomagot, átveszed, viszontlátásra elmegy. Igen, megköszönöd. Igen, még lehet, hogy az is benne volt szegényben, hogy azért megyek vissza, hogy hozzak neki valami kis készpénzt, ugye ilyenkor kicsit felcsillant a szeme, igen, némi borravalótka. Aztán ezt oda is adtam neki később, már csak a tréfáért is, de annyira érdekes volt, hogy olyan szituációban, amiben éppen... De ez most egy ilyen egyéni perverziót, vagy van valamilyen... Ja, nem internetes, hogy nem ilyen csatlakozunk, mint hozzá mindenkit váratlan helyzetben? Nem, ezt most én indítottam, és szeretném, ha ebből lenne valami. Tehát szeretném, ha hétfő reggel a hallgatók írnának egy csomó ilyet, hogy az történt velem, és akkor itt valamit elmesél. Mert szerintem meg zseniálisan jó a dolog. Ott akkor jutott, tehát nem volt kitervelve, ott akkor jutott az eszembe, hogy kipróbálom, hogy ez milyen. Ha úgy is lemész, hát most itt van, figyelj. Na dobd már le. Dobd már le, tiszta csak az acskó, ez össze van húzva. Ezt szeretem én is, ez az embereket kizökkenteni a monotóniából. Igen. Nagyon jó volt, és nem tudott velem mit kezdeni. Szegény, és amikor mondtam, hogy csak vicceltem, nem kell hagyjad a francba, akkor viszont már küzdött a szemétért. Hogy jó, igen, akkor az ember ilyen akar, vagy ilyen görcsösen megpróbál ilyenkor, így tudod, akkor jaj, hát nem is sértődtem volna meg, akkor inkább leviszem. Igen, igen. Úgyhogy levihettem volna, úgyhogy utólag elnézést tőle, de hát szerintem jót, később ő is jót szórakozott ezzel a dologgal. Szóval, hogy azon gondolkoztam, hogy mit lehetne még ilyeneket csinálni kollégával, ismeretlennel, mit én el. Például, ha én most BKV-val mennék, és lenne egy jegyem, akkor én oda mennék az ellenőrhöz, ahogy mész le, most már minden metró megállóban vannak, oda mennék, és így oda tartanám teljesen az orra alá, hogy de hogy ellenőrizze le, én addig nem megyek le.
Ha neked külön lenne ellenőrzi? Igen. Te nézd, az nem annyira, mert az nem igazi kizökkentés. A kizökkentés szerintem úgy kell, hogy valami olyat csinálsz, ami a hatáskörén, vagy a munkakörén kívül áll. Aha. Tehát, hogy akkor az ellenőrrel is csinálsz valami olyat, ami nem... Ugye az, igaz, mert ez a dolga. Mert kicsit ez a dolga. Aha. Egyébként. Hát akkor mit tenni? Fogja már meg a táskámat egy pillanatra, amíg bekötöm a cipőm. Hát mit tudom, hogy bemész a budira, tudod, hogy a Jani mindig bemegy utána, és mint nem húzod le. És... nem volt most kedvem. Ne ja, szabadom, szóval hogy persze János menj, és leraksz egy ilyen pufajka újat. Pufajka új? Egy zilbásod. Ez jó egyébként. Ez a kizökkentés, igen, de erre tehetünk egy kísérletet. Tényleg gondolkozzatok rajta, hallgatók, és akkor hétfő reggel számoljatok már be, hogyha valakinek sikerült ezt megcsinálni, olyan kíváncsi vagyok. Igen. Kicsi mindenki a mogorva, nem? Hát figyelj, ugye? Rossz az idő, messze még a karácsony egy hét. Tegnap a karácsonyi vásárban voltam, és én arcokat tanulmányoztam, és olyan valahogy ilyen tényleg ilyen full, mindenki egy gondterelte rohant. Tehát a megállok, nézelődöm, kortyolok egy forradbort, és csak így állok, és gyönyörködöm a vörösmartit, ez így nem volt. Tehát mindenki nyúzott volt, rohant, gondolkodott, tudod, hogy láttad, hogy még ez kell, még az kell, de hogy így ez a kizökkentés, ez pont ezért jó. Hogy valamit tudsz csinálni. Mi ma beszéltük pont reggel Lacival, hogy milyenkor már december elejétől nagyon komoly karácsonyi hangulatban vagyunk, és hogy egyikünk se esett ebbe bele most. Nekem sincs. És itt nekem sincs. Nem. Tegnap már kimondom, vásárban voltunk, fénylővillamost kerestünk, kürtös kalácsot ettünk, sétáltunk, Viki, Benny, család, mindenki, és egyszerűen nem jön. Aha. Egyszerűen nem jön. Muszáj vennem magamnak valamit, hogy legyen. valahogy be kell indítanom ezt a karácsonyt, valamit muszáj magamnak vennem. Segít? Szerintem igen. Akkor indulok. Nem jön. Tehát évekkel ezelőtt már ilyenkor, pedig én teszek róla, tehát a kocsiba karácsony zene, szóval tényleg keveset beszélek erről, de ezeket szeretem. Van CD-m otthon is, berakjuk, Viki földíszített a lakást, de valahogy nem jön. Aha. És nem tudom, hogy mi az oka. Hogy nyilván, amikor gyerek voltál, nagyon vártad. Aztán amíg nem volt gyerek, addig kicsit megszűnt az illúzió. De most ott van a Benny, ugye neki ez még egy nagyon nagy illúzió, az egész Jézuska, együtt nézzük az ablakba, látja berepülni, hallja a hangját, állunk az ablakba, minden évben 24-én beállunk az ablakba, és akkor látod, igen, látod a szárnyait, látom, tényleg is. Olyan dolgokat mond, hogy az egész egyszerűen felér egy csodával, hogy amit te mondasz neki, benne ez még annyira él, hogy oda képzeli. Tehát ezt egyszerűen imádom, ezt mindig eljátszuk. De hogy nem, nekem se jön meg. Vegyél a kocsiba egy ilyen kis karácsonyfát, ami villogan a műszerfalra, azt szerintem segít. Tehát be kell dugni a szivargyújtóba, és akkor ott villog. Tudom, egy ilyen ledek, ilyen kis ledek, vagy nyákok, vagy diódák, vagy ott villog nagyon erősen. Igen, hát, ha jó lesz. Hat különböző fény van rajta, és villog. Ez tényleg otthon már ilyen füstölő van, meg, és valahogy nem akar ez a hangulat megérkezni. Nem tudom, hogy miért. Ez egy hét, vagy másfél hét múlva karácsony. És drágát kell venni magunknak, hogy bejöjjön, vagy mindegy, olcsó is jó? Tehát mondtad, hogy meg kell ajándékozni saját magad. Nem tudom. Én most valami kicsit drágábbat akarok, de ritkán veszek magamnak valamit. De tudom, most... a sípálya ezt már. Ne, de ha meg akarsz lepni, megveheted nekem. Jó. Jó? Veszek mi eplény mellett egyet. Nem tudom, pedig tényleg volt, mint a 1000 forintos borocska tegnap, meg 1007-es kürtös kalács, amit mondtam, de... Nagyon kemény vagy. És így se, nem jött. Kókuszos volt a kürtös kalács, hogy dió. Sima natúr 1500. Na ez a baj. Azt a 200-at sajnált ad a kókuszért. És mit csináljunk neked? Se semmi? Semmi, senkinek. Nézd meg a Lacit. Jó, a Laci már... annyira kiégett ne, már 20 éve, ha a góbi sivatag hozzá képest, érted, egy oázis. Tehát, hogy olyan szinten van kiégve tőle, mit vársz? Hát ne, én... tavaly december elejétől már mosolyogva járt karácsonyig itt, és mindenkit körbepuszít, és mondta, hogy boldog karácsony. Most semmi. De hülyek vagyunk, mert leszavaztuk ezt a karácsonyi húzást is. Hogy, most. Mert az adna egy ilyen lendületet, hogy kicsit gondolkozol, a kollégádnak ajándékot veszel, megszeretgetjük egymást itt 23-án, húzunk, átadjuk, hát te hogy csináljuk meg? Hát a Tibit már nem kell húzni, áll Isten, megúsztuk, mert elutazott, hát húzzunk, legyen húzni. Valami. Jani, nincs, ő is kiesett. De dolgozzunk azon, hogy kicsit jöjjön ez az ünnepi hangulat. Na most azt megnézném, hogy most megcsinálnánk a húzást, és jövő hét kedden, Laci, jövő hét kedden mondaná azt, hogy nem tudunk belőle valahogy kijönni. Micsoda? Mindig vettem ajándékot. A Laci tőlem 2 éve fát kapott, fenyőfát, igazi fenyőfát. Én mindig beleálltam, és mindig komoly ajándékokat vettem. Akkor csináljuk azt, hogy ne húzzunk, viszont van egy emberünk, aki most nincs itt, és neki igen? Van egy álma. Mi az álma? Most nem tudom, hallgat, ő nem szokott bennünket hallgatni, a Szabin van, ugye? Ő nem perlem. Leértékezés a Dejkmanba, vagy mi?
Tehát mi két kis kegyet kupon, vagy mi? Tehát mi? Egy 15%-os leértékelés egy gyors étterembe, vagy mivel tudjuk olyan itt meglepni? Három multiponttal? Vagy mi? Adjak a kártyámról 100 pontot neki? Vagy mi lehet neki az öröm? Ha ezt elintézed, hogy jövő hét csütörtökön egy kedvé számára fontos áruházban kap 15% kedvezményt, akkor félisten vagy. A félisten vagy. Én egyébként tudom, hogy mi ütöttem nagyon szemen őt már képletesen. Fehér műanyag karácsonyfa. Fehér műanyag karácsonyfát akar venni? Azt mondta, hogy az neki nagyon tetszik. Fehér műfenyő, tök profi. Hogy vagy A, szerzünk egy fehér műfenyőt kedre, mire bejön, ezzel meglepjük. Jó, szerezzünk egyet. Vagy egy olyan sportáruház, tehát most ilyen kettlebell őrületben van ezek igen. A nagy golyók, 15%-ot intézünk neki egy napon keresztül, valamelyik áruházban. Na, ez a kész. Csak ez neki? Hát persze, csak ő, ha bemegy. Jó, drága multik. Szeretnénk a kisembert boldoggá tenni. De most ez most mi? Elindultuk abba, hogy nincs karácsonyi hangulatunk, és az az ember nyerjen, aki most is szabin van. Hát milyen rendszer ez? Hát miért nem magunknak intézünk de valamit? De jó, az neki csináljuk. Mert pont ez a szép benne, ettől lesz karácsonyi hangulatot, hogy valaki játszott, másnak hogy adok. Valakit, akit nem. Akit egyébként nem. Láttam egy zseniális reklámkampányt az egyik áruházláncnak. Ők arra alapozták az egészet, hogyha te szeretsz engem, akkor neked az öröm, ha én boldoggá teszem saját magam, vagyis neked az az öröm, ha én magamnak veszek valamit, mert akkor te boldognak látsz engem. És a reklámkampány egyébként zseniális arról szól, hogy ül egy fiú meg egy lány az ágyon, és a lány átad egy doboz fogpiszkálót a fiúnak. Aha. És kinyitja a srác, és így nem ért, hogy fogpiszkáló? Miért fogpiszkál? Mi? És közben simogat egy táskát, amit magának vett. A csaj. És mindig ez zajlik, hogy párok ajándékoznak egymásnak, és mindig maguknak vesznek valamit. Jó az ötlet, hogyha mi együtt élünk, és te engem akarsz boldognak látni, akkor örülj annak, amit én magamnak vettem. Aha. Tehát mindenki magának vásároljon valamit karácsonyra. Vegyél magadnak, és én örülök, hogy te boldoggá tetted saját magad. Na mit intézünk a kicsinek? Hát, hogy vesz magának valamit. Hogy megtekertem, nem? Nagyon jó, tehát mire János étől visszajön, vegyen magának valamit, és akkor mi boldogok lesz. Hogy hátráltam ebből ki? Mi? Zseniális. Vagy fehér műanyag karácsony, vagy műfenyő. Ne, én komolyan mondom, veszek neki egy igazit. De tényleg de erről igazi. A műfenyő proli, ilyen kispolgári, kihajtom a műfenyőt, leporolom, visszahajtom, zacskót lehúzom, kirázom a zacskót, kimosom mosógéppel a műfenyő zacskót, mert ő kimossa. Értem? Ne, legyen poros. Leveszi a műfenyőről a zacskót, kimossa a zacskót, és visszahúzza januárban. Veszek neki egy fát. De tavaly is volt neki. Nem, figyelj, tudod, milyen drága? Megőrülök ettől. Fehér műfenyő? 30 rugó. De hát annak legyen illata karácsonykor, tépje le róla egy ágat, gyújtsd meg, legyen hangulata, legyen ott egy kis lehullott fenyőág, egy kis tűlevél. Hát attól karácsony, hogy fenyőfa illat van, hát ez a műfenyő. Ja, hát én fújjad, ez a dolog. Persze, persze. Jó, nem tudom, egyébként jogos ez a karácsonyi hangulat. Szerintem sok emberben nincs. Nem tudom, hogy ki vagy mi tehet erről, vagy ez miért van. Kicsit úgy évvégére, hogy beesel már karácsonyozni. Talán az is segítene, hogy évközben lenne a karácsony, vagy évelején lenne. Tehát így lefűzöl évvégére, nem? De... annyi stressz, annyi izgulás az egész évben, annyi munka mindenkinek, hogy egyszerűen belefáradsz, mire jön az ünnep. A nyáron nem csinálhatjuk, van más dolgunk. Nyaralni kell, meleg van, nem jó. Igen, de mit tudom, este egy kis hó már jobb lenne, nem? Hogy attól már úgy valahogy elindul az egész. Most már hideg megvan hozzá, ez meg karácsonyos idő, csak a hó hiányzik. Igen. Na mindegy. Jó. Multik nem érte. De én elintézem neki egy perc alatt egyébként, hogy legyen neki egy 15%-os vásárlási utalványom valami ilyen sportáruházba. Egy napos Jánosnak. Barangolhat bent a városban. Fognak erre egyébként jelentkezni multik úgyis. Jó. Mi játszunk valakivel már is egy jó kis hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Szerusztok, jó reggel, Ákos vagyok. Hello, Ákos! Ákos, te ünnepi hangulatban már? Én már abszolút. Ittam valamit reggel. Igen? Már a fehér karácsonyfát is megettem. Nem mondod, neked is az van. Ne, csak vicceltem. De mitől sikerült ünnepi hangulatban lendülni? Nagyon sok hallgató írja, hogy jó, amit mondunk, mert nekik sincs, hogy ez így jött, vagy tettél valamit? Fölhívtam a hármasugrást. Játékot is. Ja, most már benn vagy, most már nem kell nyalleresztődni. Ja, jó, oké. De hogy tényleg? Tehát, hogy neked így valahogy elindult a dolog, szerencsés vagy. Igen, igen. Hát közeleg a dévége, vagyis egy kicsit úgy áll, hogy lehet rá készülődni. Uh-huh. Lesz prémium. Lesz? Minden.
Nem, nálunk nincs prémium. Ez most a legtöbb helyen nincs egyébként, igen. Jó, oké. Na megnézzük akkor, hogy mennek a kérdések, jó? Mármint, hogy a kérdések nekem, a válaszok neked. Mehetünk? Mehetünk, igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Ki volt a Star Wars hős Luke Skywalker második Jedi mestere? Jézus. Fogós kérdés. Hát nézd, csak ki volt az első. Obi-Wan Kenobi, ha jól emlékszem. Jó, igen. És akkor próbálok tippelni, mert hát valaki azt mondta, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. És akkor, akkor ez szerint Yoda mester lehet a második. Yoda mester, így van. Nem értünk el gyorsan a megoldást. Nem, de meg volt, igen, kicsit belemerültem én is itt a válaszom. Mehetünk tovább? Mehetünk, igen. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Melyik ország egyik első osztályú labdarúgó csapata a Grasshoppers? Svájc. Grasshoppers. Így van. Harmadik kérdés? Jöhet. Így szól, dedikált sapkáért. Hány korona látható a Magyar Köztársaság címerében? Címerben egy korona. Jaj. Az kettő. Nem, kettő, kettő az az egy, így van. Ha megnézed, akkor látni fogod, hogy kettő. Hol a másik? Úgy tudom, a tetején van egy. Meg belül is van. Belül is van egy, igen. Belül is van egy. Ó, jaj, ezt elkapkodtam. Nézzük egy boomot, jó? Mennek az ajándékcsomagok. Figyelj, kiki, taki, indulnak az ajándékcsomagok. Boom. Alkindítás volt. Egy ilyen hitehagyok, ilyen kicsit, ilyen önbizalom hiányos boomra, hát erre biztos a nekem most a szoftver frissítésem volt, karácsonyi verzió van, tehát hogy jól lenne feltenni rá a koronát azért. Hát azt elhiszem, az van ilyenkor, hogy karácsonyfa jön ki, és hogyha villognak rajta a gyertyák, akkor megvan, de hát ez egy ilyen lekonyuló nincs, nekem se adott semmit. Igen. Ákos, köszi! Boldog ünnepeket neked azért. Köszönöm szépen, viszont mindenkinek. Helyileg hol hallgatsz minket? Én Kecskeméten. Titeket, igen. Na, örülünk, hogy ott is mi szólunk. Köszi, Ákos, ciao. Oké, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, péntek van, Peti hetesünkkel folytatjuk, és rácsörgünk a Gesztire is, van Geszti? Hívjuk a Geszti Pétert, hiszen neki még két mentorátja van. Bizony, ugye? Ez az utolsó döntő. Igen. Döntő hárman vannak, egy fiú csapat, amit nem értünk, nagyon sokan. Már finoman, nem azért. Finoman vakvágán ötötted a By the Way-t, szép volt. Nem azért. Jó, értem, hát most nem azért mondom a By the Way-t, hanem hogy eddig még senki nem ért oda, érted fiú? Tehát, hogy csapat még nem ért el döntőbe. Hogyha szépen ki akarok jönni. Nem, hát azt mondom, amit a szünetben, hogy utálod őket, mint a szar. Hát ez így nem igaz, de egyet tartok belőlük jó énekesnek, a többiek pedig ott vannak vele, de tudjuk, hogy kik szavaznak, és hajrá, By the Way. Igen, Geszti Pétert hívjuk, és Peti hetes rovatunkkal jövünk az erotikus hangvételű hírek után. 9 óra múlt 16 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, hello Feri! Hello! Szia! Mi a helyzet, vezérem, nagy uram, jól vagy? Tengermély tiszteletem, nagy uram, minden oké? Okay? Így maradtál tegnap óta? Modor Márton lettem. Modor Márton. Tengermély tiszteletem, nagy uram, vezérem. Teljes szívemből köszöntelek boldogan. Tehetek-e bármit érted és kegyedért? Rájöttem, hogy ilyen mesehang figurája van, most hallgattam. Na, és te találtad, hogy ki az? Gondolkoztam, ugye Katáról van szó. Egész másképp hallgattam a híreket. Most. Ugye? Ugye, hogy van benne búgás? Van benne zúgás? Ugye, hogy duruzsol a kis manó? És nem érdekel a vér, a baleset, semmi. Csak hallgatom. Jó, ez jó ötlet volt. Mondtam, hogy ilyen kicsit ilyen mesehang figura hangja van, de rájöttem, hogy kirásol itt. Megnézeketem egy pár mesét. Erre? Bemutatjuk a Speil és Urvine Cseszlovák sorozatból a Speil bácsi kutatás című filmet. Igen. Lemegyünk Mányecskával a fáskamrába. Visszük magunkkal zsereket. Mányecska, rajta! Igenis, Speil bácsi! Ez az! Zsereket, rajta! Ugye, hogy kicsit hasonlít? Mányecska hangja van, ugye? Nagyon kérlek, Mányecska, neki a bájrám. Zseri, engem. Na, Zseri. Jól van. Ugye, hogy rájöttem meg, ugye, hogy? Na, légy szíves, és ne hajt, hogy megteszem, amit bírok, de nem vagyok gép. Zseri, rajta!
Ha ezzel tudnák kezdeni a híreket. Rakjunk Zserikre egy követ, hogy súlyosabb legyen. Különben lehúzza a gödör a kútba. Jaj, de nekézed. Magad Zserikre! Inkább a spejbe, lehet, hogy kérlek, inkább Hurvigyek. Igen? Igen. De ugye, hogy hasonlít? Ugye? Én Mányecskára szavazok. Mányecska? Na mindegy, jó hangja van egyébként. Kérjük, hogy mondja azt, hogy Zserik rajta megcsinálja nekünk? Tessék? Megcsinálja, azt kérjük, hogy a jó fej, persze. Igen. Zserik rajta! Ennyit kéne mondani, és akkor kiderül, hogy ő Mányecska vagy se. Igen. Na, Peti hetes, mit dobott össze nekünk? Azt nem tudom, de én mindig örülök, mert tudom, hogy péntek van. Ez jót jelent, ez jó, Peti hetes, péntek van, igen, nem is dolgozunk hétvégén. Nézem, keresem, kutatom. Azt mondja, hogy Reisz András, az MTV tájszólásos időjős a rap dalt készített. És állítólag a Fábrinál ezt előadta. Te láttad? Én nem láttam. Nem. De hát biztos megvan neten, majd megkeressük. És miről énekel? Időjárásról vagy a Fábriról? A Fábri kedvéért a minap még arra is hajlandó volt, hogy meteorológiai előrejelzés elmondás helyett inkább saját magáról és a szakmájáról szövegeljen rap zenére. A háttér természetesen az időjárás jelentésekben jól ismert térkép volt, és állítólag azt gondolják sokan róla, hogy ő egy ilyen meglehetősen merev figura, de hogy az életben sokkal vidámabb és bevállalósabb figura, mint amit a többség feltételezne róla. Mert ugye hát az időjárás jelentésben egy komolykodó arca jelenik hát, meg. Azért nem lehet nyilván nagyon vidámkodni. Ott nem tudsz nagyon gegmenkedni. Egy halál jó fejcsávó. Egyébként én találkoztam vele személyesen, és egy nagyon-nagyon tündér aranyos, és akár hiszitek, akár nem, tényleg így beszél. Tehát, hogy ő, ez neki nem felvett ez a dolog, hogy csak az időjárás jelentése nyomja a tájszólást, hanem ő egyébként is ezzel a jó zártával. Igen, de hívtuk is itt a rádióban, és nagyon jó fej volt, mi normális volt. Na, szóval, hogy ő reppelt a Fábrinál, Petit pedig ez a dal megihlette, és elkészítette a saját verzióját. Ez itt a gangsta bandi, ő a sztár mától. Úgy befutok, mint a futószápor. Ha engem hallgatsz, hanyatt eső, mindenkit verek, mint a jégeső. Itt a gangsta bandi, és az a titkom. Rettelek, hogy pár szőke ciklon átvonuljon. Feladtam, köd előttem, meg megettem. De az idő lehet bármilyen ködös, és a gálnoimi bármilyen bögyös. Engem se raknak talomba, hiába lóg a számba szalonna. Na gyere rózsám, itt egy heverő. Érezd, hogy milyen nyírkos a levegő. Csúszó, síkos, latyakos a pálya. Frontérzékeny a fehér mája. Mert hiába Rájszan nevem, csak a mutogató pálcát markolja a kezem. Nem fárad el az alkarom. Érezd, baby, nő a pára tartalom. Akkor kösd belém, ha bátor vagy. Kemény vagyok, mint a talajmenti fagy. Az öklöm zúz, mint a jégpancél. Feltaszajtlak, mint az orkán szél. Ez itt az East Side, fajintos rapper. Időjárás, prognózis nepper. Szeged napos, de beborult rajka. Mehet nyugdíjba, dope man Majka. Gangsta Bandi, ő a sztár mától. Úgy befutok, mint a futószápor. Ha engem hallgatsz, hanyatt eső. Mindenkit verek, mint a jégeső. Peti! Ez volt tehát Peti repje Reisz András híréhez kapcsolódva. Aztán van még egy... Ezeket most ő válogatja a híreket, ugye? És ivott hozzá rendet? Nem ivott. De tényleg, hogy miért nem tudja megénekelni egyszer, hogy kik nyerték meg a Prima Primissimát? Vagy mit, miért kell, hogy vaginájába rejtette a lopott nyakláncot egy szexmunkás? Érted, hogy miért csak ezekben tud fürdeni a Peti? Komolyan mondom. Mert a Prima Primissima neki nem mond semmit, a vagina viszont igen. Hogy egyszer miért nem egy olyat énekel? Nigériában Lagosban csípték el a zsaruk azt az igencsak leleményes, és persze semmitől vissza nem diadó szexmunkást, aki bedrogozta és elkábította barátját, majd szó szerint magáévá tette egy drága ékszerét. Amikor kiderült, akkor amikor elkapták, kiderült, hogy 3 napig saját magában rejtegette a zsákmányt, vagyis úgy rabolt ki valakit, hogy utána eldugta az ékszert a saját test üregeibe. És kihallgatás nem mi van? Vegye elő a lopott hol. Vegye elő maga. Igen, kérdés, hogy ki veszi elő. De lebukott az ember, és végül is megkerült a tettes, és az ékszer is előkerült. Hát hogy nem, Petit ez a hír is megihlette, úgyhogy meghallgatjuk, mit érnek el erről. Magyarok, férfiak és asszonyok, hallgassátok Nyali Baba és a nedves alsó történetét. Arabföldön éldegélt a híres Nyali Baba, Perzsiának ő volt a leglopósabb csaja,
Hát ne várd meg, amíg ő a combját kitárja, mert mindent elnyel, szörnyű nagy pitája. Szezánnak hívták az ő barlangját, de hogy mi az oka ennek, azt sokan nem tudják. Akkor tájban a népek róla azt beszélték, hogy ezer egy ilyen át keményen remélték. Bárki, aki éppen nyitni akarja, Szezán tágulja jelszó és nyílik a barlangja. Ha megszólal este a műezin imája, két percig visszhangzik nyali baba díványa. Nem látott soha tened, se feketét, se tarkát, de egy éjjel elkapta ő a szultán frakját. A szultán eddigi élete mehet a kukába, mert a vagyonát feltolta csodába. Reggel, mikor felébredt, az volt a nagy csoda, hogy eltűnt a feje fölül a fél palota. De a rendőrök elkapták az eset után hamar, és a szoknyája alul kibújt a Taj Mahal. EPI, EPI, Nyali baba és a nedves alsó. Feti! Szeretünk! Hogyhogy nem, ebben mindig fürdik. Lubickol, imádja. Presser Gábor a Grammy jelöltek között. Bizony, hoppá, ez egy nagyon jó, nagyon-nagyon jó hír. A kimondhatatlan nevű Kanye West, igen, felhasználta a gyöngyhajú lányt új rap dalában. És ugye hát ezzel felhasználta magát a hangmintát. És ezzel megszületett ugye a Presser Gábor zenéjére az Omega szám, a gyöngyhajú lány. Aha. Ami most ugye, hát lehet, hogy Grammy díjas lesz. És ha ő megkapja, akkor már, hogy a West, a gyerek megkapja, akkor az azt jelenti, hogy a Presseréknek is jár a díj, mert hogy ezt ő írta annak idején, ez tök jó. Igen. Ugye a menedzsment, ha jól tudom, egyébként erre engedélyt kért, tehát nem úgy használták föl, hogy lopták, és a boríton föl is tüntették a szerzőpáros nevét. Presser Adam is. Így van. Aztán ezt egy blog észrevette, és így felkerültek ők is a Grammy jelöltek listájára. Hát ez egy Presser életműből lehetne válogatni, tehát hogy nem csak ezt az egy dalt, azért ő írt elég sok nagy dalt, tehát ha valaki így most külföldről végighallgatna az LGT-ket, Omegákat, még egy csomó Grammy benne van Presserben. Hát hogyne, persze, zseniális, persze. Na, Peti összegezte a nagy Presser dalokat, és ebből csinált egy ilyen kis egyveleget, vagy egy ilyen zanzásított kis valamit, ugye? Aha. Igen, igen, rövid részek fordulnak elő, és mellesleg megrepzene. Igen, na meghallgatjuk, Peti, mit éneked erről. Neked írom a dalt, de nem jön az ötlet. Elringatom magam, szívok csöppet. Ilyen a cox, egy picit repkedek. Szólj rám, ha hangosan reppelek. Nagy utazás, jó belőttem. Egy kék asszony jelenik meg előttem. Nem jön a hang, pedig nem vagyok gépés. Kéne még, hogy 10 000 tépés. Majd hoznak a régi csibészek. Most ne lássa senki, ahogy kinézek. Megszületik egy embertelen dal. Rózsdás szöget sem érdek, így zavar. A gyöngyhajú lány, beleaplikálom a dalba. Ha nem tetszik, gyere ki a hegy oldalba. Leloptuk a YouTube-ról, mert ehhez van agyunk. Itt van 20 milla, ugye mi jó barátok vagyunk. Ott volt egy jó régi szám, az országot sem tudom talán. Ittán lelophatnám. Peti, köszönjük, jó volt. Igen, Peti, köszönjük, jó, ne számlázd. Igen, viszont hosszan tart, látod? Igen, itt egy 10 másodperces kis egyszemélyes tapsot kapott. Na,
Ja, nem kitett magáért, ezért pedig jókat csinál. Ugye azért rappelt, mert hogy a Kanye West is ilyen rap formában írt ezt újra, ugye? De akkor most nem lopta, vagy lopta? Nem, dehogy is, nem ő elkérték, persze, elkérték a dalt, föltüntették a szerzőpáros, tehát nem volt lopás. Jól van. Na, gyorsan a nap legjobb pillanatai előtt felhívjuk még Eszti Pétert. Egy kis esélylatogatásra. Ma nagyon elfoglalt, hiszen nagy nap előtt áll, ugye holnap után még két mentorátja van. Valamint ott van még a By the Way. Így van. És Szikora. Hát aki most már... Igen. Hát nem. Igen, de nem. Szikora kicsit elengedte ugye annak idején a dolgot, mert azért érdekes a sztori, mert a By the Way kiesett. Így van. Viszont ugye visszalépett az egyik énekes Pacsirta, és akkor azt mondtuk, hogy jöjjön vissza a By the Way. Amit tudni kell, vagy érdemes, de szerintem mindenki tud ebben az országban, hogy X-faktort a nő még nem nyert eddig. Nem, inkább viszont, még szavaznak, így van. Igen, viszont fiú csapat se jutott el idáig. Most az a helyzet, hogy van két nő, egy fiú csapat, tehát szóló fiunk már nincs, úgyhogy van esélye a lányoknak is, de ha amit te mondasz, hogy a nők szavaznak, akkor meg a By the Way. Én semmiképpen nem akarok a Dóra meg a Tünde ellen nyerni, bár kettőjük közül valakit jobban kedvelek. Vagy azt gondolom, hogy kettőjük közül valakinek jobban kellene megnyerni. De nagyon-nagyon nagy szansza van a By the Way. Tehát a fiatal csajok, akik egyébként szavaznak. Amíg a feltöltőkártyán van lóvé. Amíg a feltöltőkártya, ott van 4 vagy 5 jóképű helyes fiatal gyerek, nem? Mm-hmm. Nem lesz egyszerű nem. Egyik csajnak se, aki le akarja őket nyomni. Nem, és megint szent meggyőződésem, hogy bár azt szoktuk mondani, hogy az ének az fontos egy ilyen tehetségkutatóban, hogy nem az fog győzni. Igen. Nyilván a szimpátia, a kinézet, nagyon sok minden dönt, meg az, hogy kik szavaznak. De megkérdezzük erről Geszti Pétert, hogy jó, hogy gondolja. Hello Péter, jó reggelt! Hello, jó reggelt mindenkinek! Hello, de nagyon álmos a hangod. Hát mert már itt fekszem az öltözőmben. Nem mondod komolyan, már bent vagy? De bizony. Atya Isten. Mi van ma péntek? Próbáltok? Igen, hát ma is, meg tegnap is próbáltunk egész nap, meg ez a hét az elképesztett, meg az a két mentorátom van benne, az mindenkettő ugyanaz végig kell csinálni. Ezre héten 8 dalt kell nekik megtanulni. Atya Isten. Tudod, ugyanígy ruhák, izé, a sminkek, a styling, a koreográfia, nagyon kemény nekik, és most én is kikaptam. De hallom, hogy ki vagy egyébként. Mindenben te benne kell, hogy legyél, tehát mentorként neked oda kell figyelni a sminkre, a ruhára? Hát az nem. Igen, de én azért szeretem ezt csinálni, mert ez egy kicsit olyan, mint egy produceri és egy rendezői munka. Tehát én azt gondolom, hogy ezt akkor érdemes csinálni, hogyha csinálod. És akkor tudok felelősséget vállalni azért, hogy próbálok segíteni ennek a két lánynak a sorsában, hogyha mindenre meg kell odafigyelni, ezt én komolyan veszem. Ez nagyon jó. Figyelj, akartam kérdezni, hogy a Dórának kitalálta azt a Rúzsa Magdi dalt? A Dórának? Hát azt együtt találtuk. És az egy annyira gyönyörű dal, szerintem azt a Presser pici eredetileg lehet magának írta, mert annyira benne van minden, ami a Presserben nagyszerű, és szerintem a szöveget is ő írta. Zseniális volt, én nem ismertem ezt a dalt, megmondom őszintén. Gyönyörű, a Magdi is csodálatosan nyomta, de hallottad? A Dóra is annyira. Lejátszuk majd. Aztán még megosztotta a közösségi oldalán, hogy tetszett neki a Dóri által előadott verzióm. Ez zseniális húzás volt, nagyon. Azt akár egyébként még lehet, hogy a döntőre kellett volna tartogatni. Nyilván hát ezt most sok olyan lehet, hogy fogod még hallani. Tessék? Lehet, hogy fogod még hallani. Én meghallgattam többször tőle a Magditól, és fú, de jó az a dal. Annyira jó a szövege, hogy az valami elképesztő. És az utolsó két sorban derül ki a lényeg egyébként. Fú, nagyon. Hát igen. Kevés dal tetszett annyira egyébként, mint ez. Meg jól is elkezdődött. Balázskám, mi ez a romantika benned? Nem szoktál te jelen. Hát figyelj, nyilván ezt az arcát az ember kevésbé mutatja meg. Megmutatom ezt a dalt, ha lehet lejátszunk, de ültem a tévé előtt, így hallgattam, tehát így összenéztünk a Wikivel, és azt mondjuk, hogy Jézusom, de jó. És a végén ugye elkezdesz figyelni a szövegre, és meghallod az utolsó két sort, fú, ja, szenzációs. Az a dala, hogyha összeborulnánk. Igen, kicsit szétszedni, kicsit összeraknám. Egyszer fú, nagyon, nagyon klassz dal. Na, hát most ez a melyik kezedbe harapjál történet van, vagy mindegy, csak valamelyik nyerje meg, vagy ilyenkor hogy gondolkodik egy mentor? Hát, ez a mentor, most már inkább csak érez meg. Azt szeretném, hogy megváltozna a csajok élete, és azt szeretném, hogy ők állnának ott vasárnap, megmondom őszintén a döntőben, mert tudom, most tényleg az elfogultságon kívül ez a két lány képes arra, hogy megjelenítsen valódi érzelmeket. Van bennük mélység, van bennük valami, ami nagyon kevés előadóban van meg, a profik között is. És azt, amit végig csináltak öregem itt most, az nagyon becsülöm őket, mind a kettőjüket tényleg. Hát igen, csak igen, nem lesz könnyű a fiú zenekart lenyomni. Ideig csapat még nem jutott, de valahogy ők most nagyon mennek. Most is azért tegyük hozzá, hogy az én harmadik mentorátom, Mozsek Márk révén jutottak ide, és hogyha Márk nem adta volna föl, én szinte biztos vagyok benne, hogy most a Márk lenne a harmadik. Figyelj csak, egy kicsit nem bántó ez a
dolog a számodra, hogy ők ugye visszakerültek a versenybe a By the Way. Tehát őket egyszer a nézők kiszavazták. Azt mondták, ez így van, ez egy nagyon, nagyon furcsa fordulat, de hozzá szeretném tenni, hogy a műsorszabály ezt lehetővé teszik, és minek utána egy elég, hogy mondjam, nagy léptékű, de mindenki által ismert játék, ahol én is elfogadom a játékszabályt, természetes. Meg egyébként állati helyesek a srácok. Tehát ez azt mondjam el, hogy nagyon-nagyon megszerettem őket, és nagyon drukkolok nekik is, és különösen a Bence, aki ott énekel, az egészen elképesztő fickó. Aha. Na, neki van talán a legjobb hangja. Igen. Hát nem, talán egyértelműen. Vagy neki van egyedül hangja, vagy nagyon nem tudom, hogy fogalmazott. Én mondhatom, te nem. Mondjam, hogy rajtunk kívül ők dolgoztak a legtöbbet ebben a műsorban, tényleg, komolyan. Kicsit talán könnyebb lenne egyébként, bár nyilván ez is szomorú dolog, hogyha holnap az egyik lányodat elvesztenéd, és vasárnap a döntőben a By the Way-jel állna a másik. Nem lenne egyszerűbb? Nem. Nem. Azért nem, mert hogy mondjam neked, tehát a Tünde azt mondja, hogy ő szeretne ugyan nyerni, de nem az a legfontosabb neki, hanem az, hogy ő még hadd énekeljen. Uh-huh. Hadd énekel ennyi emberöt, mert ő rá még soha nem figyeltek ennyien. Egyébként én azt gondolom, hogy bocsánat, hogy tök mindegy, hogy ki nyer. Presztízs szempontból nektek nyilván nem, de idáig eljutni innentől kezdve már azon múlik, hogy ki mennyi melót tesz bele, milyen zeneszerzőkkel, dalszerzőkkel pontosan, találkozik. Pontosan. Tehát innentől kezdve már a három név szinte ugyanúgy pörög, vagy pöröghet. Pontosan, nyilván hozzá szeretném tenni, hogy ismerve egy kicsit a magyar popzenét, meg annak a háttérvilágát, amit azért ti is ismertek. Én azt gondolom, hogy ma nagyobb eséllyel indulna egy női előadó az X-Factor nyerteseként a hazai popzenében. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb szükség van rá, mint egy fiú előadóra, vagy egy, hogy mondjam neked, tehát ugye három éve ugye mindig is látok nyertek, és hogy nagyobb helyet látok ebben a dologban, és még valami, ami fontos szakmailag, hogy mind a Tanics Dóri, mint pedig a Krasznai Tünde abszolút mértékben olyan nagyságrendű énekes tud lenni, aki nagy érzelmeket tud megmozgatni. Tehát nagyon komoly lírai balladákat lehet nekik adni, nagyon szépen tudnak énekelni, és szerintem erre szükség van. Erre szükség van. Igen, most már egy nyerhetne egy csaj. Igen, jó lenne. Ugye? Kíváncsi tényleg, tehát kíváncsi. Ugye tavaly Zolán Gergő. Szavazatok ti is, Balázs, a csajokra. Nagyon meggyes, szavazatok. Szavazatok is. Kicsit alszom még, szavazatok a csajokra. Igen. Készülsz-e valami extrával a hétvégére, mit tudom én, a Malekkal előadjátok a zsetonazsákban, vagy desetleg nem azt mondod, hogy te nyomsz még egy faceliftet az arcodon, valami extra. Mondjuk ott, hogy rohadék vagyok. Az igazság, nem, egy ilyen wundersenyi, szuperszexi indulót szeretnénk betolni, még ilyen grúvosított változatban. Jó, persze, halottban már könnyű, mi? Persze. Már nem tud visszaszólni, már halottak vagyunk. Én ott voltam a temetési menetben, ott álltam, ott mosolyogtam velem még két. Na ez az, hogy mosolyogtál. Ott van, egyébként tényleg ott volt, igen. De nem a cinizmus miatt, hanem hát tényleg az embered segít szívesen, hát persze. Persze, hát kicsit beugrottál. Jól van, drukkolunk a csajoknak, nyilván a By the Way-nek és mindenkinek, pihenjél egy kicsit, mert nagyon, nagyon ki vagy. Érthető módon. Figyelj, most kezdődnek a próbák egész nap, fú, össze is. De az a szerencsé, hogy itt lesz a jó kis tábom, koreográfus, énekanár, mindenki, szuperek a csajok, úgyhogy... Hát igen, ugye ezt senki nem tudja, hogy ugye, de tavaly, amikor egy napos volt, akkor előtte nap, meg aznap volt próba. Most, hogy két napos, így már péntek, szombat egész nap, vasárnap egész nap, tehát őrült meló. Ja, nem, hát teljesen baj az egész egyébként, de tényleg, szóval az nem tudok elképzelni, mennyi meló van benne. Szikora mit csinál, mantrázik az öltözőjébe? Hát nézd, figyelj, neki van egy nagyon édes kis ilyen sarok berendezve, ott minden van, az összes emlék 1952-től. Régi Ergo lemezek. Gyertya, tényleg, gyertyák, füstölők vannak az öltözőjében, nem hiszed el. Van a kis ima, kis az, és akkor a Robi mindig nagyon arany, és ad nekem csokoládét, mert az nála mindig van. Tényleg. Most már így... a tanácsokat is mindenre. Most már így az etap vége felé tudja, hogy melyik műsorban van? Tehát, hogy most már, hogy fináléban vagyunk, nagyjából kapizsgálja, hogy hol van? Vagy még így néha riadtan körbenéz, hogy gyerekek, hol vagyok? Ő nagy nyertes ennek az évnek, mert megtanítottam kőpapírolózni. No. Hát, igen, figyelj, úgy születnek, minden viccú, igen, de ő ezt tényleg nem ismerte, ezt ugye mi is bemutattuk még a mindenben, hogy nem tudta, mi az, döbbenet. Nem, abszolút nem, de hát tudod, az ember, tudod, mondják, az öreg kutya ugye nem tanul új funtokat, de csecsemőnek minden viccú. Én ezt éreztem ezt az évadot komolyan. Mert helyesek voltatok, ez egy jó kémiájú zsűri volt egyébként, kellett már ott is egy kicsit az hát, újítás. Az biztos, hogy nagyon, nagyon új lett, tudod, és attól, hogy az Arsó Gyirobi bejött az azt a másik végére, valahogy úgy teljesen már felcserélődtek a pólusok, és nagyon jókat lehetett ők iratkozni, meg hogy sokat röhögtünk, tudod, főleg az elején. Az mindig nagyon jó szórakoztató. És nagyon hiányoztál, tudod, azt tettem legjobban, amikor néztem, hogy 662 ezer embert ölelgetni a Balázs. Te szemét! De ott van az öcsém, hát tök jól csinálja, úgyhogy... A tesó tök jól megoldja ezt, úgyhogy nem kellek én oda.
Péter, nagyon drukkolunk nektek, ügyesek lehetek. Köszönjük szépen. Ciao. Vigyázz magadra. Geszti Péternek köszönjük szépen. Hello. Nem vagyunk elfogultak, nyerjen, akinek nyernie kell, nem? Ben van ez a Rúzsa Magdidal? Beesett. Bent van? Beesett? Hogy ne esne be? Na, nagyon jó. Akkor ezt szerintem sokaknak tetszeni fog. Ez egy lassú dal. De lehet, hogy kicsit segít karácsonyi hangulatba kerülni, lehet, hogy egy kicsit, nem tudom, olyan érzés keríti hatalmából egyes embereket, hogy valakit fölhívnál, akit eddig nem akartál, vagy nem tudtál. Ez egy nagyon-nagyon jó dal, ugye ezt énekelt a Danis Dóra is, de akkor most az eredetit meghallgatjuk. A reklám után a nap legjobb pillanatai előtt, itt vagyunk mindjárt. 4 perc, pontosan 10 óra, hívjuk már is a nap hallgatóját. Csabi, hello közben. Jó reggelt, szól is csak Prolinak. De is műfenyős vagy? Nem. De miattam már? Ne vágjanak ki egy fát. De nem miattad. Nem miattam, ez erre ültetik. Ez nem bántott. Persze. Oh. Az bizony, jó reggelt! Hello, jó reggelt, fiú! Viki! Hello, sziasztok! Szia! Hol hallgatsz minket? Hol vagy? Merre jársz? Merre csatangolsz? Hát kérlek szépen, én nem csatangolok, dolgozok. Na. Hol? Hát egy nem üzletbe. Oké, de hogy helyileg? Tehát... Pesten. Pesten hallgatsz minket. Viki, te vagy a naphallgatója, gratulálunk neked. Köszönöm szépen, jaj, de örülök. Bizony. Egy gyönyörű szép Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag. Ezt kapod. Köszönöm szépen. Jó. Nagyon boldog vagyok. Na, örülünk akkor. Hát, halljuk. Hát mégiscsak karácsony előtt. Küldjük neked. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok! Hello, sziasztok! Hello. Hello, hello! Nem is olvastuk be az SMS-ét, mindegy is. Egyébként a szatírkodásról írt, hogy brászolt valakire, hogy nem most kell szellőztetni, amikor széthúzta a kabátját a hetes buszon, akkor Viki odaszólt, hogy fiatalember, nem most kell szellőztetni, ezt írta nekünk. Jó. Na, szóval műfás vagy? Igen. Tényleg? Nagyon sokáig vásároltunk fát, volt gírbegurba, volt olyan is, ami nem fért be, meg faragtam, meg az nekem szörnyű volt, tehát nekem nem volt annyira meg tőle a karácsonyi élmény, és aztán egyszer rájöttünk, hogy veszünk ilyen földlabdásat. El is ültettük, mind a mai napig megvan, és aztán jött az, hogy sokkal egyszerűbb nekünk a feldíszítés is, nem kell állandóan menni, hogy most akkor időben meglegyen, meg tudjuk-e venni, ott tehát van, mindig megvan. Tulajdonképpen ez az előbbi kamu, hogy véded a fákat, ez az egész az is benne hülyeség, van. Na, az is benne van. Lusta voltál faragni. Az is benne van, meg az, hogy a praktikussága. Aha. Tehát az élmény, amikor utána, tehát hogyha nem földlabdás és nem ülteted ki, hanem kidobsz egy fát a szemétbe, vagy eltüzeled, akkor az olyan, az nekem illúzió romboló. Elcsomagolom. Ne értem, itt mondom. Nejlomosás nincs. Még a kidobásnál is illúzió romblóbb, az a összehajtom nejlomba, rakom, fölrakom a polcra. Tehát, hogy attól valahogy ilyen üzemszerű lesz az ünnep, érted? Megjött a karácsony, szekrény kinyit. Tehát úgy valahogy nem tudom. De mindegy, hát nincs ezzel baj, ha valaki műfázik. De szép, ráadásul tényleg szép. De persze, hát abszimmetrikus, jól néz ki. És az is hullik. Műhullik, persze. De lejön róla egy-két ilyen kis izé. És van egy kis gomba az aján, megnyomod, akkor fenyő illat van, világos. Igen. Ő énekel a fa. Na hallom, ma este koncert ezzel, itt valaki mondta a folyosón, hogy fellépsz, vagy mi van? Az valaki én voltam, köszönöm, hogy rákérdezte. Csabi, te hülye vagy. Hát, próbálok téged úgy promózni, hogy ne azt mondjam, hogy te mondtad, te hülye, erről hanem valaki hallotta a folyosón. Már a folyosó is erről hát így beszél. Akarom aládragni a labdát, hogy valaki mondta a folyosón. Hát persze, hogy te mondtad, de én meg próbálok neked segíteni. De hát vagy. Igen, koncertezünk. Az Avanzi Group első klubkoncertjét fogjuk ma meglépni. Na. Kipróbáljuk magunkat, mert eddig csak nagy bulikban vettünk részt ilyen fesztiválokon, és most megnézzük, hogy ez hogy működik. Eljátszunk persze természetesen ilyen szing-szing slágereket is, meg rock klasszikusokat, csak magyar dalokat nyomunk. És ugye a Sing Sing egy börtön volt, most egy másik börtönben, San Franciscóban található, vagy mellett található börtönről ellevezett helyen lép fel az Abaházi Group. Jól van. Szóval egy pesti klubkoncert, szerencsés nap lesz. Péntek 13-án. Nincs harag, ha nem megyek. De. Akar, de aztán nekem mondta. Tudod, hogy mennék a kutyafáját, de hát nem. Tudom, ott fogsz ülni az autódban, és hallgatod a karácsonyi CD-det. Nem, disznóvágásra megyek. Ma? Micsoda, te? Na ne. Komolyan mondom. Ezt most mondod 10 órakor. Tényleg, disznóvágásra megyek. De te? Igen. De tevékenykedni? Nem. Ja, nem csesz sem. Nem. Jó. Nem. Egy disznó miattunk bevégzi a sorsát. Disznóvágásra megyek. Ott alvos, ivós. Ott alvos. Reggel kezditek 5-kor pálinkával. Benyomok az atom. Nagyon jó. Sértegetek mindenkit, de hogy disznóvágás lesz. Ma, holnap, vagy nem, holnap reggel vágják le.
Csak ott vagyunk így egész nap. Zseni. Jó, legalább hétfőn hallgatunk érdekes sztorikat a saját magát tökön szúró böllérről. Igen. Harapsz is, te rohadék. Na, mi a recept? Egy csomó olyan ajándékot hoztam, amit megettetek egyébként, de tavaly is tőlem ugyanezt kaptátok. Én nagyon szeretem, amikor kézzel készített ajándékok vannak, de ez ehető ajándék, tök egyszerűtől egészen a luxusig, tehát van benne libamájs, akinek az drága, az nem csinálja meg, de van benne ötféle olyan kis kaja, amit bele tudsz tenni ezekbe a kis befőttes üvegekbe, és barátoknak oda tudod adni. Uh-huh. És ők meg fogják nyilván enni, de hogy jó szívvel fognak emlékezni, de már kint van a Facebookon, ugye László Bolincson, köszönjük szépen, ez az király, és egy ajánlat még tőlem is, ez jótékonykodás, Székesfehérváron vasárnap egykor a Terecskei Ritával, meg a Buzasanyival várunk mindenkit, van egy lepényes stand a nagy karácsonyi vásárban, és szívbetegeknek fogjuk árulni. Tehát annak áruljuk, aki megveszi a lepényt, de hogy a pénz, az a szívbetegekre, a Marfan szindrómásoknak fog menni. Vasárnap délután 1 óra Székesfehérvár, karácsonyi vásárt gyertek. Oké, okay, és van még a morningshow.hu, amit akartam mondani, fotópályázat 50 000 forintos nyereményért. Így sírtok ti, ez a fotópályázat lényege, síró, hisztiző gyerekekről várunk fotókat, senki ne gondolja rosszra, baromi helyes fotók jönnek, nem? Tényleg nagyon helyesek, rengeteg síró gyerek van, aki magát benevezte felnőttként is, úgyhogy 50 000 forintot nyer az, aki a legtöbb like számot kapja, és még lehet fotópályázni, tehát még lehet föltölteni pályázati anyagokat, így van. Jövő hétig. Ha valaki pedig nem tölt föl, akkor menjen föl, több 100 fotó van fönt, zseniálisak. Nézed, hogy hány dal maradt ki, mi olyan hosszúak vagyunk, hogy 11 óráig te nem szólasz már. Az SMS falat néztem, valaki aljas módon megkérdezte, hogy volt olyan, hogy Sing Sing sláger. Hát gyere el este, megmutatjuk. Na, jól van, a váratlan helyzeteket elfelejteni, kizökkenteni mindenkit hétvégén, jó, egy olyan pillanatot, egy olyan momentumot okozni valakinek, amire nem számít, hétfőn megnézzük, hogy ez hogy sült el postásnak, pincérnek, ellenőrnek. De lehet családtag is. Családtagnak váratlan momentum, ami nincs benne az adott beszélgetésben, az adott helyzetben, hogy megnézzük, hogy reagál, jó? Csabi, én a kívánság műsorral hétfőn, kicsi még vándorol? Vándorol, megy, keddig Szabin van. Úgyhogy te is rá is gondolkozni az ajándéknál. Igen. Jövünk 72-en. Szevasztok! Ciao.